Jó napot kívánok, Hegedűs Judit vagyok, Önök a Kispest TV műsorát látják. Híradónkban beszámolunk a kerületben történt aktualitásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb információkról, majd magazinműsorunk következik. Tovább enyhített a kormány a járványügyi korlátozó intézkedéseken, miután már 3,5 millió ember megkapta a koronavírus elleni védőoltás legalább első dózisát. Így újra kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai. A fokozatos nyitás részleteit és a kispesti intézkedéseket a most következő összefoglalóban láthatják. Április 24-től tovább enyhítette a kormány a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedéseket. Újra kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, kerthelységei, de csak este 9:30-ig, mert a kijárási korlátozás továbbra is érvényben van. Ugyanakkor később, este 11 órakor kezdődik a kijárási korlátozás. Este 11 és reggel 5 óra között csak kivételes esetben, például munkavégzés vagy egészségügyi veszélyhelyzet miatt lehet elmenni otthonról. A vendéglátóhelyek teraszain a vendégeknek nem kell maszkot viselniük. Közterületen azonban továbbra is kötelező az arcmaszk. A szállodák egyelőre nem fogadhatnak vendégeket. Az üzletek már április 7-től újra nyitva vannak, de egy újfajta négyzetméter alapú szabályozás szerint. Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet a boltokban. Az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva. Újra indulhattak a csak nem egy hónapig szünetelő szolgáltatások is, így például a fodrászatok vagy a kozmetikák. Továbbra is tilos azonban mindenféle gyülekezés, ezért rendezvényeket nem lehet tartani. A magánprogramokon is csak maximum 10 vehetnek részt. Esküvőket lehet tartani minimális létszámmal, de lakodalmakat nem. A temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt, továbbra is zárva maradnak a szabadidős intézmények. Az igazolt sportolók meccsei és edzései zárt kapuk mögött tartatók csak meg. Szabadtéren a sportolás a 1,5 méteres távolság megtartása mellett megengedett. Az amatőr csapatsport azonban tilos. A kormány döntése értelmében április 19-től kinyitottak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai. A felső tagozatos általános iskolásoknak és a középiskolásoknak a tervek szerint május 10-ig marad az online oktatás. A végzős iskolások a járványhelyzet miatt a tavalyihoz hasonló módon érettségizhetnek. Főszabályként írásbeli vizsgákat tartanak, de kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeknél csak szóbeli vizsga létezik, illetve testnevelésből megkötésekkel tartanak gyakorlati vizsgát is. A főiskolákon és az egyetemeken is egyelőre marad az online oktatás. A digitális oktatás ideje alatt is lehet ebédet rendelni az iskoláknak. A Kispesti Operatív Törzs és a Gazdasági Ellátó Szervezet arról tájékoztatott, hogy az ételt megrendelni és kifizetni most csak elektronikusan lehet. Ennek részleteit megtalálják a kispest.hu weboldalon. Az elvitelre csomagolt egyszeri, illetve háromszori étkezést két központi helyen lehet átvenni. Az Erkel iskola konyhájára szállítják ki. Az Erkel iskola, a Pannónia iskola, a Kós iskola, a Puskás iskola és a Deák gimnázium diákjainak megrendelt ételadagokat. Az Ötvös iskola konyhájára viszik az Ötvös iskolába, a Vas iskolába és a Móra egymiben megrendelt ételadagokat. A Bolyai iskolába és a Gábor iskola mindkét tagintézményébe külön szállítják ki az ételt. Minden helyszínen 11 óra és 11 óra 30 között osztják ki a csomagokat. A kormányrendeletnek megfelelve november 11-től átmenetileg bezárt a KMU művelődési központ, illetve valamennyi tagintézménye. A meghirdetett programok elmaradnak, a szolgáltatások szünetelnek. A rendezvények esetleges pótlásáról, a megvásárolt belépőkről, a befizetett tanfolyami díjakról, illetve az online programokról a honlapon folyamatosan tájékoztatnak. A kormányrendelet visszavonásáig bezárt a Bekerlei Kultúrház és Könyvtár is. A dolgozók ügyeletet tartanak, így telefonon vagy e-mailen fel lehet venni velük a kapcsolatot. Erről és az aktualitásokról a weblapukon tájékoztatnak. Nem fogad olvasókat a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üllői úti tagintézménye sem. November 11-től bezárt a kispesti úszoda is. A lakossági bérleteket az újranyitás után meghosszabbítják majd a bezárás időtartamával, valamint pótolják majd az elmaradt tanfolyami órákat is. A veszélyhelyzetben az egész országban ingyenes a parkolás. A kormány elrendelte azt is, hogy éjszaka ingyenessé kell tenni a kereskedelmi parkolókat, vagyis az egyébként fizetős parkolóházakat, mélygarázsokat, a bevásárlóközpontok parkolóit este 7 és reggel 7 óra között ingyen használhatják az autósok.
veszélyhelyzetben a nagyvárosokban sűrítették a járatokat a tömegközlekedésben. Az egészségügyi dolgozók, valamint a koronavírus járvány elleni védekezésben résztvevő orvos és egészségtudományi hallgatók, szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben dolgozók, közszolgálati tisztviselők, honvédelmi és rendvédelmi dolgozók ingyen használhatják a tömegközlekedést. A vakcinainfo.gov.hu weboldalon lehet regisztrálni a koronavírus elleni oltásra. A 60 évesnél idősebb nyugdíjasok postán is megkapták az íveket, amelyeket kitöltve ingyenesen vissza is küldhetnek. A védőoltás önkéntes és ingyenes, és nem a regisztráció sorrendjében történik a beadása, hanem az oltási terv szerint. A Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgatója mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát, mert, mint mondta, a vakcina szervikárosodást nem okozva hosszabb távú védettséget jelent a koronavírus fertőzéssel szemben. Most még nagyon abban a fázisban vagyunk, hogy mindent össze kell szedni, minden létező erőt ahhoz, hogy a védelmet elérjük. Én eddig talán mindenki tapasztalta, az interjúk erejére leszoktam venni a maszkomat, most megkértem a stábot, hogyha egy mód van rá, akkor ezt ne tegyem meg. Annak ellenére, hogy természetesen egészségügyi dolgozóként mind a két oltást már régóta megkaptam, de tudjuk, olvassuk, látjuk, hogy ez nem ad 100%-os védettséget, és az új brit mutánssal szemben különösen ugye előfordulhat újrafertőződés, tehát az embernek nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy ne okozzon egy ilyen hamis védettségi illúziót, hogyha túl van az oltáson, a járványügyi szabályok ugyanúgy vonatkoznak rá, mint korábban. A koronavírus terjedése miatt korlátozásokat vezettek be a Kispesti Egészségügyi Intézetben. Egyelőre szünetel a tüdőszűrés. Kivételt képez a munkába álláshoz szükséges vizsgálat, például az élelmiszeripari dolgozóké. Ők a foglalkozás egészségügyi orvos beutalójával a rendelési idő első órájában mehetnek szűrésre. Szünetel a légzés funkciós vizsgálat is. Orvoshiány miatt a gyermekszemészet sem üzemel. Felfüggesztették a csoportos tornát. Masszást pedig csak az vehet igénybe, aki igazoltan átesett a fertőzésen, vagy már kapott oltást, illetve negatív vírustesztel rendelkezik. Ugyancsak negatív vírustesztel vehető igénybe a gasztroenterológia szolgáltatása. A szakrendelések rendelési idejét már korábban korlátozták. A módosított rendelési időről az intézet honlapján, a folyamatosan frissülő heti szakrendelések oldalon lehet tájékozódni. Az egészségügyi intézetben továbbra is előzetesen időpontot kell foglalni a vizsgálatokra. Ezt a betegek megtehetik az intézet központi telefonszámain, vagy az adott szakrendelés honlapon megjelölt telefonszámán. De működik az újonnan elindult webes előjegyzés is. A szakrendelésekre előzetes regisztráció után az előjegyzés.euint.kispest.hu honlapon lehet időpontot foglalni. November 4-től a Kispesti Polgármester Hivatalban az anyakönyvi ügyek kivételével megszűnt a személyes ügyintézés. Ezzel életbe lépett a harmadik védekezési szint. Gajda Péter polgármester és a jegyző a kispestiek és a hivatal dolgozóinak biztonsága érdekében döntött így. Hivatalos ügyeket az anyakönyvi ügyek kivételével kizárólag telefonon vagy elektronikus úton lehet intézni. Telefonos ügyintézésre hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben van mód. Az elérhetőségeket a kispest.hu weboldalon az ügyintézés menüpont alatt az ügyfélfogadási rendnél lehet megtalálni. A járványhelyzet miatt az intézkedés visszavonásáig szünetelnek a segítőkész kispesti gondozószolgálat nappali ellátást nyújtó egységei, nem üzemelnek a nyugdíjas klubok és a fogyatékos embereket ellátó egységek. Az étkezés továbbra is csak házhozszállítással vehető igénybe. Ezt telefonon vagy e-mailben lehet megrendelni. Bővebb információt a kispest.hu weboldalon találnak. Gajda Péter polgármester, a Kispesti Operatív Törzs vezetője már szeptemberben szigorításokat rendelt el az önkormányzat fenntartásában lévő zöldi jófa gondozóházban és nyugdíjasházban a járvány terjedésének megakadályozásáért. Így a gondozóházba csak egy bejáraton lehet belépni, és csak testhőmérsékletmérés után kötelező a szájmaszk és a kézfertőtlenítés, a bejáratnál fertőtlenítik a cipőket is. A gondozóházban látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el. Látogatást kizárólag az intézményvezető engedélyezhet, vele egyeztetett időpontban és módon. A nyugdíjasházban vendégeket fogadni csak az udvaron lehet, valamint a saját szobában, de csak maximum két embert.
A koronavírus járványról, az országos intézkedésekről, a megelőzésről, az ajánlásokról bővebb információkat olvashatnak a koronavírus.gov.hu weboldalon. A koronavírusról részletes tájékoztató anyagok érhetőek el az önkormányzat honlapján a kispest.hu-n és a város Facebook oldalán a Kispest városon is. Mindenki figyelje a regisztrációkor megadott telefonját vagy e-mail címét, hiszen most már bármikor hívhatják a jelentkezőket a koronavírus elleni oltásra. Ezt kérik a házi orvosok. Dr. Nyírő Melinda szerint ügyelni kell arra is, hogy pontosan adják meg az elérhetőségeiket a regisztrációkor, mert egy elírt telefonszám vagy e-mail cím nehezíti a későbbi kapcsolatfelvételt. A megkérdezett házi orvos szerint nagy segítség számukra, hogy megkapták az oltóközponttól a praxisukban már beoltottak listáját. Többféle módon lehet ugyanis oltáshoz jutni, például a pedagógusok soron kívül vették fel a vakcinát, ezt pedig eddig nem látták a rendszerben. Ezzel, hogy ennyi oltáson túl vagyunk, elég nagy tapasztalat, mint a más kollégának is nagy tapasztalat adódott azzal kapcsolatban, hogy milyen problémák merülnek fel, illetve hogy miért érzi az ember, hogy miről kellene tudni a pácienseknek, azoknak is, akik regisztráltak, azoknak is, akik nem regisztráltak. Pontosan azért, mert szemmel látod, folyamatosan ugye e-mailes kommunikáció is van, telefonos is, meg ugye személyes is akkor, hogyha bejelentkezés van nyilván a panaszos betegeknél. De ezeknél az e-maileknek a nagy része, ami oltással kapcsolatos kérdés, az állandóan a félreértésről szól. Tehát számtalan e-mailt kap az ember azzal kapcsolatban, hogy mikor kerülök már sorra, mit tudom én, milyen praxisban már bezzeg, a nem tudom én hány éveseket is oltották, stb. Az oltási tapasztalatokról dr. Nyírő Melindával készült interjút hosszabban is megnézhetik, hamarosan kezdődő magazinműsorunkban. Az oltás segítendő vakcinataxit indított az önkormányzat. Az idős, rászoruló vagy mozgásukban akadályozott kispestieket a segítőkész kispesti gondozó szolgálat akadálymentes kisbusza ingyen elviszi az oltópontokra, vagy indokolt esetben a házi orvosi rendelőbe. Az akadálymentesített kisbusz 3 éve segíti az ellátószervezet munkáját. Most a járványhelyzet miatt bővül ideiglenesen a feladatkör. Képviselői javaslatra és ötletre Dóri Gabriella képviselőasszony javaslatára indítottuk el a vakcinataxit. Idős embereket, illetve mozgásukban korlátozott kispestieket tudjuk hétvégenként az oltópontra szállítani, ha ezt maguk vagy családjuk segítsége nélkül nem tudják megoldani, a segítőkész gondozó szolgálatnál kell jelentkezni, és a hétvégi időpontokban ezeket a kispesti idős, illetve mozgásukban korlátozott embereket az oltópontra tudjuk vinni a vakcinataxi segítségével, biztonságosan és természetesen a hazaszállításukról is gondoskodunk. Kispest közigazgatási területén belüli oltópontra, vagy Délpest bármely oltópontjára, indokolt esetben a házi orvosi rendelőbe szállítják az idős, rászoruló, esetleg mozgásukban akadályozott kispestieket. Ez nagyon-nagyon jó megoldás, hogy a idősödő, idősebb korosztály hozzátartozó hiányában, valamint ha akadályozott, vagy helyismerete nem megfelelő, az intézmény akadálymentesített gépjárművével oda szállítsuk arra az oltópontra, ahova a behívása történt, akár SMS-ben, akár e-mailen, akár telefonon, és örömmel azonnal nekiálltunk, és biztosítottam én is a megbeszéltek alapján. Első körben a háziorvosok döntenek arról, kinek lehet szüksége a szolgáltatásra. Ez azonban változott, bővült. A második körben pedig tovább folytatva azt, hogy kihasznált legyen ez az újdonsült, és reméljük, hogy nem hosszú időn tartó szolgáltatás, mert nagyon úgy tűnik, hogy egyre többen felismerik ennek a létfontosságát ebben a pandémiás időszakban, hogy kibővítettük a hétvégére, munkaszüneti napokra is a vakcinataxi szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy a megadott gépkocsi vezetői, vezetékes vonalon és egyéb intézményi mobiltelefon számon, akár csak e-mailen,
bejelentkezhet, most már nem csak a házi orvos, hanem olyan segítséget kérő személy, amivel még gyorsabban, még több személy juthat az életet mentő vakcinához. Szükség esetén 4 óra utánra is kiterjesztik a szállítást, és ha indokolt és van kapacitás, kísérőt is tudnak biztosítani. Illetve ha kell, hozzátartozó és családtag is velük utazhat a járványügyi szabályok betartásával. Eddig leginkább az ellátottak vették igénybe a szolgáltatást, de számos megkeresés érkezett a kerületben élőktől is. A térítésmentes szolgáltatást a képernyőn látható elérhetőségeken lehet igényelni. Az újranyitás előtt a kispesti önkormányzat elvégeztette a jelentkező általános iskolai tanárok COVID-tesztelését. A fővárosi önkormányzattól kapott 350 antigén gyors tesztekből használtak fel erre. Tudomásunk szerint pozitív eredmény eddig nem volt. Gajda Péter polgármester azt mondta, az óvodákban nem volt szükség a nyitás előtti tesztelésre, mert a rendkívüli szünet alatt folyamatosan biztosították számukra a tesztelési lehetőséget. Az óvodák és az iskolák alsó tagozatának biztonságos újraindulása érdekében az önkormányzat felvette a kapcsolatot az általános iskolák intézményvezetőivel. Az óvodák esetében nem volt szükség a nyitás előtti tesztelésre, mert a rendkívüli szünet alatt folyamatosan biztosított volt számukra a tesztelési lehetőség. Az április 19-i nyitás előtti hétvégén a Kispesti Egészségügyi Intézetben fülorgégész vette le a tesztre jelentkező pedagógusok mintáit. Az volt a tapasztalat, hogy nem jelentkeztek túl sokan a pedagógusok közül a tesztelésre, ennek talán az lehetett az egyik oka, hogy már korábban elindult a tesztelés, hiszen több mint 1600 tesztet vásároltunk már a fővárosi önkormányzattal közösen annak érdekében, hogy a nyitás előtti tesztelést, illetve a folyamatos tesztelést meg tudjuk oldani, tehát sok pedagógus már a nyitás előtt átesett a tesztelésen, ami megmaradt teszt, az pedig a következő nyitási hullámhoz fogjuk majd felhasználni, tehát amikor a középiskolások, illetve a felső tagozatosok is elkezdik a jelenléti oktatást. Április 19-én megnyíltak az intézmények kapui az alsó tagozatos iskolások és az óvodások előtt. Hiába tiltakoztak a döntés ellen szakmai szervezetek, illetve tanárok és szülők is. A regisztrált pedagógusok oltása csak április elején kezdődött. Sokan csak a nyitás előtt néhány nappal, legfeljebb pár héttel kapták meg az első adagot, a teljes védettség viszont csak a második oltást követően alakul ki. Szakértők szerint ez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a pedagógusok még nem lesznek védettek, és esetleg a gyerekek által hordozott vírus szabadabban terjedhet szét, a kórokozót könnyebben hurcolhatják haza szüleikhez, vagy fertőzhetik meg a tanáraikat, és így újra berobbanhat a járvány. 6 hetes rendkívüli szünet után újra kinyitottak a kispesti általános iskolák alsó tagozatai. A nyitás ellen szakmai szervezetek, tanárok és szülők is tiltakoztak. Többen nem is engedték közösségbe gyermeküket. A Reménység Katolikus Általános Iskolában 21 diák szülei kérték az igazgatót, hogy engedélyezze a távolmaradást. A kormány döntése értelmében április 19-től az általános iskolák alsó tagozatos diákjai visszatértek a jelenléti oktatásra. A döntés ellen szakmai szervezetek, illetve tanárok és szülők is tiltakoztak. A Reménység Katolikus Általános Iskolában ugyanakkor várták a nyitást, és a tantestület készült is rá. Nagyon vártuk a nyitást. Szerettük volna, hogyha újra elkezdődik az élet az iskolában. Úgyhogy mi arra számítottunk, hogy az egész általános iskolában újraindulhat az élet. Emiatt talán egy kicsit váratlanul ért minket az, hogy csak az alsósok jöhetnek vissza az iskolába. Úgyhogy a kollégáim többsége csalódott volt egy picit emiatt a döntés miatt. Viszont elfogadtuk természetesen, hiszen olyan sok nélkülözést, hátrányt kellett szenvednünk ebben az évben, úgyhogy annak is örülünk, hogyha újra gyerekzsivaj van az iskolában, és csak a tanulóink fele jön vissza az iskolába egyelőre. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy az alsósok már itt vannak. A szülők is úgy látjuk, hogy támogatják ezt a helyzetet. Az országos átlagról azt hallottam tegnap, hogy 75% voltak, akik visszatértek. Nálunk ez megközelíti a 90%-ot. Úgyhogy nagyon sok tanulónk itt van, hála Istennek, és 21-22 tanuló kérte, illetve a szüleik kérték 21 tanulónak, hogy hadd maradhassanak a járványügy miatt otthon, és természetesen
ezt beláttuk és beleegyeztem ebbe a kérésükbe. Az igazgató hozzátette, a tavaszi zárás március 8-a után fertőtlenítő nagytakarítást végeztek az iskolában. Ezt most tanítás előtt megismételték. Az intézmény az elmúlt 4 évben több ütemben újult meg, így a tágas tantermekben a széles folyosókon be tudják tartatni a járványügyi előírásokat. Azért van tapasztalatunk, mert már volt 2 leállásunk, az egyik a tavalyi, az a nagy leállás, amikor egész tanév végéig kihúzódott ez a helyzet, de most ősszel is volt egy rövid szünetünk, mert nagyon sok kollégánk megbetegedett, és emiatt kértük a döntéshozókat, hogy engedjék meg, hogy átálljunk a digitális munkarendre. Úgyhogy ez az ősz szünet előtt volt másfél héttel, és hát természetesen tudjuk azt, hogy ez egyfajta lemaradással is jár, tehát ez nem, a digitális munkarend nem helyettesítheti a jelenléti oktatást, de azért a kollégáimmal együtt mindannyian igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy ne maradjanak le a gyerekek, lépést tartsanak, és ebben óriási nagy segítségünk a szülők közössége, és a szülők családonként, akik nagyon támogatók és segítőkészek, hiszen nélkülük ezt nem lehetne megvalósítani. Úgyhogy az ő segítségükkel, hála Istennek azt gondolom, hogy nincs behozhatatlan hátrányunk. A jelenlegi veszélyhelyzetben a gyerekeket a tanítási órák végén haza lehet vinni a napköziből. Újra járhatnak óvodába is a kispesti gyerekek is. Aki az egészségügyi óvintézkedések ellenére kérte gyermeke felmentését az óvodalátogatás alól, megkapta az engedélyt az intézményvezetőtől. A Bóbita óvodában például a 115 kisgyermek közül mindössze 55 fővel indult az első nap. A Bóbita óvodába 115 kisgyermek jár. Közülük 55-en érkeztek meg a 6 hetes rendkívüli szünet utáni első napon. A gyermekek már jól ismerik az új szabályokat. Érkezés után azonnal fertőtlenítették kezeiket, és megmérték a testhőmérsékletüket. Ők, a legkisebbek, viszonylag zökkenőmentesen alkalmazkodnak a rendkívüli helyzethez, bár a napi rutin teljes felborulása azért érződik a viselkedésükön. Előzetesen nagyon komolyan készültünk, és kihasználtuk ezeket a heteket arra, hogy a szokásos fertőtlenítő nagytakarítást elvégezzük, minden csoportszobában, a közös helységekben, és hát maradt időnk az udvarra is, tehát ott is azért egy kicsit fertőtlenítés, újrafestés, amit lehetett, igyekeztünk felújítani, hiszen nekünk egyébként ez a földhete lenne, és mint környezetismerettel és környezetvédelemmel foglalkozó óvoda, ugye ez nekünk ez egy jeles kiemelt ünnepünk, sajnos az időjárás most annyira még nem kedvez, tehát ott is kint is mindenféle olyan munkálatokat elvégeztünk, amivel most a gyerekeket úgy tudjuk fogadni, hogy komfort meglegyen. Jelenleg 5 csoportban járnak a gyerekek. A minisztériumi rendelet értelmében a gyermekcsoportok nem keverednek egymással. Kizárólag a délutáni ügyelet idején fordul esetleg elő, hogy valamelyik kisgyermek más csoportban várja meg szüleit. Természetesen ilyenkor a nevelők különösen figyelnek a távolságtartásra. Rengeteget szellőztetünk. A Dajka néninknek munkakörű feladata az, hogy mikor, mit, milyen formában, milyen fertőtlenítőszerrel kell tisztítania, naponta ezt hányszor kell megtennie. Nyilván ezeket nem új keletű dolgok, hiszen ezeket még a rendkívüli szünet előtt is már így végeztük. De talán most, hogy látható, hogy ez a mutáns a vírusnak most még intenzívebb, ezért még inkább odafigyelünk ezekre a fertőtlenítési feladatokra. Van esetleg protokoll arra vonatkozóan, hogyha történik megbetegedés a szülők között vagy a gyerekek között? A mai nap reggelén, hiszen a többsége a gyermekeknek ma érkezett, ugye akik a rendkívüli szünet alatt igénybe vették az ügyeletet, az maximum létszámunk 10 fő volt, de ma reggel minden szülőt lenyilatkoztattunk, tehát mindenki büntetőjogi felelősséget tudatában nyilatkozott arról, hogy az elmúlt 2 hétben volt-e a családjában megbetegedés, vagy találkozott-e olyan valakivel, aki esetleg a fertőzés gyanúja felmerült, vagy akár átesett ezen. Ezeket a nyilatkozatokat mi mindig lefűzzük. Amennyiben viszont azt tapasztaljuk, hogy tünetek vannak, vagy adott esetben a szülő szól, akkor, és a gyermeke mondjuk itt van, ilyen egyszer már előfordult most nálunk, még a zárás előtt, akkor ezt a kisgyermeket van erre egy orvosi szobánk, elkülönítjük, a szülőt azonnal értesítjük, és természetesen a többi protokollális feladat is megvan, hiszen az operatív törzs felé is kell jeleznünk. Nyilván itt akkor elindul a gondolkodás, hogy vajon mikor találkozhatott az a valaki a kontakt személlyel, és amennyiben ez 48 órán túlmutat, akkor már gyakorlatilag olyan fajta komoly feladatunk nincsen. Ha 48 órán belül, akkor igen, sok felé kell ezt a
problémát jelezni, és hát természetesen akkor eldől az, hogy adott esetben részleges, vagy akár teljes karantént rendelnek el az egész intézményre. Nálunk ez idáig ez még nem fordult elő. A 20 fős óvodai személyzet közül többen átestek már a betegségen. Ők egyelőre nem kaphattak oltást, de 14-en már regisztráltak a vakcinára, hiszen mindannyian tisztában vannak azzal, hogy a gyermekek között nagyobb a fertőzés veszély, mivel ők jellemzően tünetmentes hordozói lehetnek a vírusnak. Éppen ezért a maszkviselés szinte minden helyzetben kötelező a nevelők számára. A gyermekek számára ez már teljesen elfogadott. Az óvodás gyerek ugye a szenzitív korban él, és bármit, amit megtanítunk neki, azt ő rendkívül gyorsan elsajátítja. A pandémiás helyzet ugye nem most kezdődött, tehát nálunk november óta egyéb iránt nem jöhetnek be a szülők, és mi magunk itt az ajtóban állva vesszük át a gyerekeket. Ez az én egyébként reggeli feladatom, hogy amíg a gyerekek érkeznek, addig én itt veszem át őket. Az ajtóban a gyerekek tudják, hogy hol van a kézfertőtlenítő, ezt rögtön használják, azt is tudják, hogy testhőmérsékletet kell mérni. Nyilván, mint a mai nap is, illetve általában a hétfői napok, azok egy picit nehezebbek, mert ugye akkor a teljes heti ágynemű és egyebek ruhák érkeznek meg, sok segítséget igényelnek, de ezt ők pontosan tudják, hogy mit kell ilyenkor tenni, és a pedagógus asszisztens kollégáimnak a munkarendjét is ehhez igazítottam, hogy itt a folyosón a gyerekek segítségére legyenek ebben a reggeli érkezési időszakban minden nap, és a pedagógusaink viszont meg már bent a csoportszobában foglalkoznak a gyerekekkel. A nagyobb gyermekek már sok ismerettel rendelkeznek a COVID-19-ről. Sokszor pedagógus kollégáim így hívnak be a csoportba, hogy figyeljem, hogy milyen játéktevékenységek zajlanak. A legrosszabbakat is eljátsszák a lélegeztetőgéphez, maguk készítenek mindenféle kütyüket papírból, műanyag flakonokból, egyebek, mert hát hiszen a híradásokból rengeteg információ, vagy most már talán sajnos lehet, hogy a saját családi közegből is van a gyerekek felé. Jelenleg folyik az online beiratkozás, de a gyermekeket ez nem zavarja meg a felhőtlen játékban. A szülők nagyon szerettek volna, és ez teljesen érthető a részükről, hogy személyesen is körbenézni esetleg a választott intézményekben. Ugye a nyílt napok megrendezése idén is el kellett, hogy maradjon a járványügyi szabályok miatt. Nem tudom a többi óvodáról, hogy mit mondhatnék, de nálunk az volt, hogy legalább egy kis diát összeállítottunk az óvodáról, ahol a gyerekekről készült fotók vannak tevékenykedés közben, egy kis csalogatásképpen. Online jelentkezhetnek a szülők, és nagyon-nagyon indokolt esetben személyesen. Nyilván az indokolt eset az mindig leginkább a sajátos nevelési igényű gyerekekről szól, hiszen ott azért pontosan tudni kell, hogy egyáltalán integrálható ebbe az óvodába, ahova a szülőt szeretné beiratni, vagy amit a szakértői bizottság számára kijelölt. Volt is ilyen példa a múlt héten, ahol lehetőséget adtam erre, hogy egy kis tájékozódás, ismerkedés történjen, de egyébként online működik alapvetően, a szülők megküldik a jelentkezési lapokat, ott van lehetőségük arra, hogyha esetleg még választott csoport is ki szemelésre került, és főként a testvérek esetében van, akik már jártak valahova. Ezeket mi óvodavezetők napi szinten kell, hogy nyilvántartsuk, és a fenntartó megfelelő ügyintézőjéhez továbbítsuk, aki egy komplett rendszert működtet arra, hogy minden óvodavezető láthassa azt, hogy adott esetben az a kisgyerek, aki hozzá jelentkezett, jelentkezette esetleg másik intézménybe, és nyilván így mi óvodavezetők is fogunk tudni egymással egyeztetni, abban a tekintetben, hogy végül is hova fog a kisgyermek felvételt nyerni. A 2021-2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás határideje az önkormányzati fenntartású óvodákba 2021. április 30-a. Eddig kell a szülőknek az általuk kiválasztott intézmény vezetője felé elektronikus úton eljutatniuk a kitöltött óvodai felvételi kérelem 2021-2022-es nevelési év dokumentumot. A bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért elismerő okleveleket adott át Gajda Péter Kispest polgármestere és Vincek György a polgármester a bölcsődék napja alkalmából. A kerület vezetői külön megköszönték a bölcsődei dolgozóknak, hogy ők az elmúlt hetekben is kitartottak, hiszen a bölcsődék a járványidőszakban is folyamatosan üzemelnek. Idén Seiringerné Langó Erzsébet, a Bokréta bölcsőde helyettes vezetője vehette át az önkormányzat elismerő oklevelét a bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért. A Kispest önkormányzata által 2011-ben alapított elismerést minden évben a bölcsődék napján, április 21-én adják át. Mit szeret a legjobban a munkájában?
Hát foglalkozni a gyerekekkel, bár most már irodában vagyok, de a kollégákkal is, meg azért gyakran megfordulok a csoportba is a gyerekeknél, úgyhogy hát ezt a törődést, amit feléjük tudok nyújtani. A Városházán szűk körben tartott ünnepségen Gajda Péter polgármester megköszönte a bölcsödei dolgozók magas színvonalú odaadó munkáját, majd a díjazottat méltatta Vincek György alpolgármester, aki a méltató sorok előtt megköszönte az intézményekben dolgozók bátorságát és felelősségvállalását is, hiszen a bölcsödék a kialakult járványhelyzet alatt is folyamatosan készenlétben álltak, működtek. Köszönöm a bölcsödei dolgozóknak azt, hogy... hogy túl azon, hogy szívüket, lelküket beleadják, és a védekezésben is aktívak, de a védekezés aktivitására az is jellemző, hogy itt a legnagyobb az átoltottság, 80% fölött van. Tehát úgy érzem, hogy a munkavállalói részről mindent megtesznek, hogy a gyermekek is és önmaguk is biztonságban legyenek. Úgyhogy ezért külön köszönet, és hát abba bízok, hogy talán a következő év az már akkor a megszokott, örömteli fejlesztésekkel egybekötött egésznapos happening lesz, amelyen köszönthetjük Önöket. Seiringer Nélangó Erzsébet 2005-ben kisgyermeknevelőként kezdett dolgozni a Bokréta bölcsödében. Nyitott, beleérző személyiségével hamar elnyerte a gyermekek, a szülők és munkatársai bizalmát. A gyerekek érdekeit mindig szem előtt tartotta, jó kapcsolatot alakított ki a családokkal. Munkáját nagy szakmai gyakorlattal, a kisgyermekek iránti szeretettel, empátiával, kimagasló eredménnyel végezte, mondta az alpolgármester. Mi a legnagyobb kihívás ebben a korosztályban? Nagyon érzékeny gyerekekről van szó. Igen, meg igénylik az állandóságot, és az nagyon nehéz ebbe a helyzetbe, főleg most biztosítani nekik, mikor sok kollega kiesik betegség miatt, és nagyon nehéz. De hát igyekszünk. Erzsébet 2017. szeptemberétől lát el tagintézményvezető helyettesi feladatokat. Barátságos, segítőkész, türelmes, elfogadó. Kollégái számítanak véleményére, munkáját elismerés és megbecsülés övezi körükben. A Kossiebb Bizottságnak természetesen mindig nehéz dolga van minden egyes díjnak és díjazóknak a kiválasztásakor, hiszen magas színvonalú pályázatok érkeznek meg, mindig mindenki megérdemelni ezeket a díjakat, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy minden egyes díjazottnak a kiválasztása nagyon-nagyon nehéz feladat, de mindig örülünk a végén, hiszen méltán nyernek el minden ilyen díjat, ilyen volt ez a mai díj is. A díj odaítéléséről bizottsági hatáskörben zárt ülésen dönt a közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság. Az idei ülések, egyeztetések leginkább online felületen zajlottak. Én mindig ezt szerettem volna csinálni, és ez sikerült. Meglepődött-e a díjom? Nagyon, igen, nem számítottam rá, úgyhogy nagyon meglepődtem, nagyon örülök, és megtisztelő, hogy megkaphattam. Kispesten az első bölcsöde megnyitásának tiszteletére 2010 óta ünneplik a bölcsödék napját. Április 21-től ismét megnyitotta a könyvtári cserepont szolgáltatását a fővárosi Szabó Ervin könyvtár. Az olvasók az intézményben nem mehetnek be, hanem az ajtón vagy az ablakon keresztül adhatják le és vehetik fel a kölcsönzött könyveket, CD-ket, DVD-ket. A könyvtár elektronikus szolgáltatásai is elérhetőek minden olvasó számára. November 11-e óta a fővárosi Szabó Ervin könyvtár valamennyi tagkönyvtára zárva tart. Az intézmény meghosszabbította több mint 200 ezer kölcsönzés lejárati idejét, emellett tanulástámogató információs szolgáltatást indított telefonon, e-mailben és Skype-on. A könyvtár elérhetővé tette adatbázisait is a könyvtári tagok számára, akik nem rendelkeznek tagsággal, online regisztrációt követően használhatják ezeket. Az online szolgáltatások azonban nem helyettesítik a legnépszerűbbet, a kölcsönzést, ezért indították el a fővárosi cserepont elnevezésű szolgáltatást. Mivel a kormányrendelet tiltja, hogy az olvasók a könyvtári térben tartózkodjanak, de nagyon sok igény érkezett arra, hogy nagyon-nagyon szeretnének most már olvasni az olvasóink, ezért azt a köztes megoldást találtuk ki, hogy az ajtóba, ablakba lehet átvenni az előre elkészített könyvcsomagokat, előjegyzett könyveket. Illetve az a szerencsénk, hogy van egy nagy üveg ablakunk,
és az mögé raktunk ki könyveket, azokból is lehet válogatni. A könyvtár honlapjának a jobb felső sarokban ott van a katalógus. Célszerű kiválasztani ennek a könyvtárnak a címét, illetve hát, hogyha a másik könyvtárba jár, akkor azt, és vagy szerzőt, vagy címet beírni. És az alapján kap találatokat, és ott tudja előjegyezni. Hát először be kell jelentkeznie az oldalra. Ehhez találnak segédletet a Szabó Ervin könyvtár honlapján, egy úgynevezett oktató videót, hogy működik az online előjegyzés. Illetve kéréseket fogadunk e-mailbe is, listát is le lehet adni, telefonon is be lehet diktálni, postagalamba elküldeni, bármire nyitottak vagyunk. Az olvasók azok bűbályosak, aranyosak, rengeteg szeretetet kapunk tőlük, nagyon-nagyon várták, hogy kinyissunk, nagyon örülnek neki, csokit hoznak, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülnek nekünk. A cserepontok normál nyitvatartási időben működnek, úgy, hogy a kijárási korlátozásra tekintettel minden bibliotéka 18 órakor bezár. Az olvasók számára az utcai várakozás közben kötelező a távolságtartás, illetve maszk viselése. A könyvtár az olvasók biztonsága érdekében a visszavett könyveket 72 óra karantén után teszi újra hozzáférhetővé. Újra nyit a hívogató könyvtári ajtó a Vekerlei könyvtárban is. Április 28-ától a már bevált gyakorlat szerint szerdánként át lehet venni az online kikölcsönzött könyveket. A járványügyi előírásokra, például a maszkviselésre és a távolságtartásra itt is ügyelnek. Hívogató könyvtári ajtó. Már a Vekerlei könyvtárban is lehetőség van az előre kiválasztott és megrendelt könyvek kölcsönzésére. A járványügyi korlátozások miatt a könyvtárban nem léphetnek be az olvasók, de az ajtó előtt legalább találkozhatnak az intézmény munkatársaival. Az online megrendelés az azt jelenti, hogy az online sziklakatalógusunkból választhatnak könyveket, ezen kívül a honlapunk könyvajánlójából, és mindemellett a Facebook oldalunkon is feltesszük az újdonságainkkal arról azokat a rövid tájékoztatókat, amiket nemrég szereztünk be azokról a könyvekről. Ezen kívül feltettünk egy rövid kisfilmet a Facebook oldalunkra, hogy hogyan megy végbe, hogyan történhet ez az online könyvkiválasztás. A szolgáltatás igénybevételéhez könyvtári tagság szükséges. A gördülékeny kölcsönzés érdekében kérik, hogy a kéréseiket legkésőbb kedden 12 óráig adják le a könyvtár elektronikus felületein vagy telefonon. Nagyon örülnek az olvasóink. Mi korábban is egyébként úgymond élő kapcsolatot tartottunk az olvasóinkkal. Telefonálhattak, e-mailen e-maileztünk, leveleztünk, Facebook Messengeren küldtek üzenetet, mi ezekre mindig válaszoltunk, és el kell mondjam, hogy azok a korábbi hosszú telefonbeszélgetések most már nem telefonon, hanem személyesen történnek meg, hiszen amikor eljönnek, akkor szívesen mesélnek és kérdeznek rólunk is. A könyvtár munkatársai annak ellenére, hogy nem fogadhatnak már hónapok óta látogatókat, az online felületeken aktívak. Járványhelyzet ide vagy oda. A mi programjaink online módon is működnek, és szerencsére van rá fogadóképes kereslet. Azok a klubjaink, amik rendszeresen korábban helyszínen voltak megtartva, most az online térbe terelődtek. Például a Versbarátok klubja, vagy a Péntek esti mesék, vagy a Vekerlei világjárók, ezek minden hónapban ugyanúgy rendszeresen működnek, és ezen kívül még több programmal igyekszünk az olvasóink kedvébe járni a Facebook oldalunkon és a honlapunkon is. A könyvtár programjairól a könyvtár.kispest.hu oldalon tájékozódhatnak. Április 21-e és 30-a között lesz lomtalanítás Kispesten. Hogy melyik utcában, melyik napon kell kirakni a lomokat, azt a fővárosi közterület fenntartó ZRT honlapján lehet megnézni. Az önkormányzat ugyanakkor felhívja a kispestiek figyelmét arra, hogy idéntől csak a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék helyezhető ki az ingatlan elé. A veszélyes hulladékot nem viszik el. Idén április 21-e és 30-a között zajlik a lomtalanítás Kispesten. Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét vagy szőnyeg helyezhető ki az ingatlan elé este 18 óra után. Arra kérjük a kerületben élőket, hogy csak abban az időpontban tegyék ki a lomokat, amelyeket az FKF munkatársai meghatároztak. Erről egyébként a kispest.hu-n is kapnak pontos információt, illetve természetesen a korábbi időszaknak megfelelő levélben értesítette a kerületben élőket a közterület fenntartó. Ugye több oka is volt annak, hogy ők sem és mi sem vertük nagy dobra
a lomtanítás körzetre lebontott pontos információját, hiszen azok a lomisok, akik minden évben megjelennek a kerületben, zavarhatják a kispestieket, ezért is kérjük őket arra, már az itt élőket, hogy csak abban az időpontban, 18 óra után a meghatározott helyre és csak azokat a lomokat helyezzék ki, amiket ilyenkor lehet, tehát veszélyes hulladékot, háztartási szemetet ne rakjanak ki. A Fővárosi Közterület Fenntartó ZRT idén hagyományos módon végzi a lomtalanítást, de hasznosítja azokat a tapasztalatokat, amelyekre a tavalyi évben a járványhelyzet miatt alkalmazott gyűjtőpontos rendszer keretében tett szert egyes kerületekben. Ezért az idei évtől a veszélyes hulladék leadására, a megváltozott jogi környezetre is tekintettel a budapesti hulladékudvarok biztosítanak lehetőséget egész évben. Én azt javaslom, hogy az FKF honlapján tájékozódjanak a kispestiek, hogy ő számukra mi az a legpraktikusabb elérhetőség, mert melyik helyszínre tudják elvinni. Én a Besence utcai lerakót merném mondani, szemléletformáló és hulladékudvar, azt hiszem a pontos neve. Érdemes ezt a Besence utcai címet megtalálni, megkeresni, mert Kispesthez valószínűleg ez a legközelebb, de bármelyik más pontra el tudják vinni a kispestiek a veszélyes hulladékot, festékezt, sittet, ragasztót, autógumit, hasonló dolgokat. Ezeket most ne, kérem nagyon szépen, hogy ne tegyék ki az utcára, mert nem fogja elszállítani az FKF. Viszont tímentesen le lehet adni ezeken a hulladékudvarokon. Nyilván autóba kell tenni, vagy utánfutóra, vagy valamilyen közlekedési eszközzel el kell vinni. Ennyiben kényelmetlenebb, mint az elmúlt éveknek a megszokott rendje. De ez szintén egy törvényi változás miatt nem teheti meg az FKF, hogy a veszélyes hulladékokat összeszedje gyűjtőpontokon. Természetesen, hogyha ha segítség kell, akkor hívják fel az önkormányzat központi számát, hétfőn, szerdán és pénteken a zöld programirodát kérjék kapcsolni. A zöld programiroda ebben fog tudni segíteni, hogy mik azok a helyszínek, ahol a veszélyes hulladékot, veszélyes háztartási hulladékot el tudják helyezni a kispesti lakosok. Úgyhogy nagyon kérek mindenkit, hogy ezt most vegye figyelembe, mert ha kirakják bárhova is, mondjuk a megszokott, évek alatt megszokott gyűjtőpontokra, akkor ott fognak maradni, ott fognak égtelenkedni. Nyilván igyekszünk ezeket majd rendben elszállítani, de ez nagyon komoly költséggel jár, pont azért, mert egy speciális hulladékfajtáról van szó, és ennek nem csak az a vonzata, hogy egy autót kell fizetni, hanem egy speciális lerakóba kell tenni, és azt az önkormányzatnak kőkeményen meg kell fizetnie. Úgyhogy én arra kérem a kispestieket, hogy vigyék ki a lomjaikat, de a veszélyes hulladékot azt tartsák otthon, gondolják át, hogy mikor és hol tudják elvinni, elszállítani. Idén valószínűleg az önkormányzat ebben nem fog tudni segíteni, hiszen itt olyan mérvű elvonások vannak a központi kormányzat részéről, ami nem teszi lehetővé azt, hogy elgondolkodjunk valamilyen olyan segítségen, ami valóban segítség tudna lenni a veszélyes hulladék elfelejtésával kapcsolatban. A lomokat kizárólag a kihelyezést követő napon szállítja el az FKF az ingatlanok elől. A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról a társaság értesítő útján előzetesen írásban már tájékoztatta a kerületieket. Nagyon jó munkakapcsolat volt eddig is az FKF és az önkormányzat között, és nem azt mondom, hogy félszavakból is megértjük egymást, de hogy pontosan tudtuk azt, hogy melyik helyszíneken milyen lehetőségek, milyen visszatérő problémák vannak. Itt nem is a kispestiekkel kapcsolatos kommunikáció izgalmas, mert ez jól megy. Én azt gondolom, hogy a kispestiek is, hogyha kérdeznek valamit, akkor nagyon tisztességesen válaszol az önkormányzat, az FKF is, hanem inkább a Kispesten kívülről ide behordott illegális nagy mennyiségű szemetekről van szó. Ez nem a kispestieknek a dolga, itt a környező településekről vagy messzebbről is teherautószámra hordják a lomtalanítás időszakában a mindenféle építési törmeléktől elkezdve a kommunális hulladékon át mindenfélét. Erre felkészültünk, tehát üzenem azoknak, akik ebben nagy gyakorlatot szereztek az elmúlt években, az illegális személyek lerakásban, hogy nagyon komoly erőkkel a rendőrség is, a fővárosi rendészeti iroda, illetve a helyi rendőrség, illetve a helyi rendészeti központ is, valamint a zöld program iroda munkatársai is kint lesznek a helyszínen, nem fogja elkerülni a figyelmüket az éppen behurcolható, vagy behurcolandó illegális szemét, és kőkemény büntetésekre kell számítani annak, aki ezt végzi. Összehangoltan, területi alapon nagyon komolyan fogjuk figyelni, és tetten fogjuk érni azokat, akik ilyenre vetemednének.
Minden további információ a lomtalanításról és a veszélyes hulladékok leadásáról az FKF honlapján érhető el. Magazin műsorunkkal folytatjuk. Egy kívülállónak úgy tűnhet, hogy az elrendelt közvetlen személyes orvosbeteg találkozások átmeneti csökkentésével, a telemedicina bevezetésével, mintha kevesebb feladat hárulna akár a házi, akár a szakorvosokra a napi munkában. Ez azonban nincs így. Mint mondják, sokszorosára nőtt a feladatuk. Az, hogy a várókban jóval kevesebb a várakozó beteg, nem jelenti azt, hogy a rendelők ajtaja mögött ne folyna megfeszített munka és aktív betegellátás. Dr. Nyírő Melinda háziorvos az eddigi oltási tapasztalatokról, valamint a jelenlegi COVID-követési protokollról beszélt televíziónknak. A Csengő utcai felnőtt háziorvosi rendelőben járunk. Bár a folyosón nem várakoznak betegek, a rendelőkben megfeszített munka és aktív betegellátás folyik. Dr. Nyírő Melinda és asszisztense 4 számítógépet kezel egyszerre. Egyeztetések e-mailben és telefonon, természetesen a koronavírus elleni oltásról. A beszélgetésünk alatt is folyamatosan csörög a telefon, szól a csengő. Most kaptunk mi is olyan számadatot, hogy megkaptuk például a beoltottaknak a listáját, ami óriási nagy segítség az oltóközponttól, hiszen itt többféle módon lehet oltáshoz hozzájutni, és van, amikor mi ezt nem látjuk, például a pedagógusok ugye külön úton kaptak oltásokat, úgyhogy ezt így akkor legalább látjuk az egész praxisra vetítve, hogy mi a helyzet. Az én praxisomban, és nem tudom a többiekkel mi a helyzet, de beszélek a sajátomról, hogy az én praxisomban az embereknek, a pácienseknek a fele regisztrált, a feléből pedig most már a kétharmada beoltásra került. Tehát maradt az egyharmad, aki még regisztrált, és persze természetesen ugye a különböző, ahogy folynak előre az események, úgy nyilvánvalóan egyre több a regisztrált, meg még azért, aki most hirtelen nézve kap, akkor regisztrálni, és ez üzenet is, hogy igen, minél előbb. Tehát kerüljön fel a regisztrációs listára, úgyhogy gyakorlatilag én ennyit tudok mondani, hogy ez egy viszonylag jó arány a regisztráltakhoz képest, és ennek nagyon örülök. Annak még jobban örülnék, hogyha még többen regisztrálnának, és akkor kapnánk lehetőséget erre az oltásra. Nagyon, tehát ezzel, hogy ennyi oltáson túl vagyunk, elég nagy tapasztalat, mint a más kollégának is nagy tapasztalat adódott azzal kapcsolatban, hogy milyen problémák merülnek fel, illetve hogy miért érzi az ember, hogy miről kellene tudni a pácienseknek, azoknak is, akik regisztráltak, azoknak is, akik nem regisztráltak. Pontosan azért, mert szemmel látod, folyamatosan ugye e-mailes kommunikáció is van, telefonos is, meg ugye személyes is akkor, hogyha bejelentkezés van, nyilván a panaszos betegeknél, de ezeknél az e-maileknek a nagy része, ami oltással kapcsolatos kérdés, az állandóan a félreértésről szól. Tehát számtalan e-mailt kap az ember azzal kapcsolatban, hogy mikor kerülök más sorra, mit tudom én milyen praxisban már bezzeg, a nem tudom én hány éveseket is oltották, stb. A háziorvos szerint sokan a regisztráció alkalmával hibáznak, így mindenkit arra kér, a regisztráció alkalmával többször ellenőrizzék, hogy pontos e-mail címet és telefonszámot adtak meg. Ha esetleg észrevették azok, akik regisztráltak, nem kötelező például e-mail-el regisztrálni, elég csak önmagában a telefonszám. Hogyha viszont valaki e-mailt is ír, vagy e-mail címet is ír, akkor én azt gondolom, hogy ő neki felelőssége az, hogy legalább ebbe az oltási időszakban nézze minden nap azt az e-mail címet, amit megadott, hiszen azon próbálja a házi orvos, vagy aztán az oltóközpont elérni. Számtalan esetben nagyon sokszor fordult az elő, hogy azért lemaradtak emberek oltásokról, kiajánlott oltásokról, amit esetleg az oltóközpontba küldtük el a beteget, mert nem adott le jó e-mail címet, és úgy kellett valahogy bogarászni, hogy ez az ember miért nem megy el? Hát ott van, itt a felajánlott vakcina, és nem ment el, mert ugye azt látjuk, hogy ki az, aki megkapta az oltást. Vagy pedig még ugyanannál a személynél is előfordult, hogy nem jó telefonszámot adott meg. Szóval mindenkitől kérem nagyon-nagyon-nagyon szépen, hogy figyeljenek oda, és tényleg jól írják le, ne hagyjanak ki betűt, ne hagyjanak ki számot, mert egyszerűen nincs kapacitás arra, hogy Sherlock Holmesként így utána nyomozzunk, hogy vajon miért nem történt még meg a vakcináció. Ami nagyon fontos még, és ezt érdemes tudni, hogy ugye két helyen történik az oltás. Vagy
kórházi oltóközpontba, ezt azért csinálják, mert csak olyan háttérrel, kórházi háttérrel lehet azt a fajta típusú vakcinát megkapni, például a Pfizert, ahol mínusz 70 fokos hűtő kell hozzá, nem, nekünk nincsen, házi orvosi rendszerben nincsen, tehát gyakorlatilag ezt kizárólag ott adható. A másik fajta, amit érdemes, nagyon-nagyon jó és nagyon jónak tartom, hogy végre tényleg itt a szakrendelőbe elindult, így oltóközpont lett a szakrendelő, mert tényleg tömegével, nem csak ebből, hanem más kerületekből is tömegével juthatnak hozzá oltáshoz emberek, és tényleg nagyon jó szervezett az egész oltási rendszer. Így megemelkedett azoknak a száma, akik oltáshoz juthattak. És a harmadik hely, az viszont a házi orvosi rendelő. A házi orvosi rendelőbe is kapunk oltásokat, és azokat szervezzük le, behívjuk, beadjuk, stb. Mindegyik esetben a következő történik. Tehát nem az van, hogy az ember megkapja a regisztráltaknak a teljes listáját, vagy mint egy webáruházban odaadják az összes vakcinát, és így gyakorlatilag válogatunk és kiküldjük, hogy te ezt kapod, te azt kapod, ön meg azt kapja. Nem így, hanem körülbelül 10-esével, maximum 20-asával kapunk lehetőséget egy-egy oltásról. Leküldik, hogy na akkor tessék, itt van a 60-asok friss listája, vagy 60 alattiak, vagy 60 fölöttiek, ugye még mindig az időseket kellett oltani, és azt erőltetni gyakorlatilag. Itt a lista, és akkor tessék szíves lenni 10 embert kiválasztani holnapra, vagy holnap utára, és elküldeni az oltóközpontba. Akkor a listáról az ember megnézi, azt a 10 ember kapott akkor lehetőséget. Tehát nem mindenki, hanem az a 10 ember. Tehát frakcionáltan, adagonként jönnek a lehetőségek. Ezért nagyon fontos, hogyha valaki regisztrált, akkor figyelje azt az elérhetőséget, hogyha olyan számról hívják, ami például rejtett szám, például olyankor, amikor legyen szíves fölvenni a telefont, mert mi vagyunk azok, akik hívogatjuk. És azért, hogy elmondjuk, hogy na akkor hála Istennek elmehet oltásra. A Kispesti Egészségügyi Intézetben már post-covid esetekkel is foglalkoznak. A követési protokoll folyamatosan módosul, minél többet tudnak a szakemberek a koronavírusról. Most már például a tüdőgondozóban, ott már post-covid gondozás zajlik, tehát egy feladattal, egy bő feladattal bővült a tüdőgondozónak a munka, nem csak más betegeket, hanem most a covidosok nyilván a fókuszban vannak. Őket kell úgyhogy követni, úgyhogy például le van írva, hogy akkor röntgen, terheléses légzés funkció, követni a szaturációját, tehát le van írva egészen pontosan, hogy kivel mit kell csinálni. Ez mondjuk egy beteg számára megnyugtató, hogy hiszen figyelik, mert állandóan azt nézik, hogy mi változik a szervezetében, és az is leírásra kerül, például ilyen apró tünetek, ami lehet, hogy annak, aki nem esett át ilyenen, az a úgynevezett gyengeség, nem probléma, majd megerősödik. Ez egy fontos tünet, nagyon-nagyon jelző tünet. Tehát olyanokat mér fel az ember, és hasonlítja össze egyik hónapra, egyik hónapról a másikra, ami annak az embernek nagyon fontos, mert az életét megkeseríti, vagy pedig félelmet kelt benne, hogy úristen, akkor még mindig benne mozog ez az egész, és milyen károsodás érhette az ő szerveit. Tehát nagyon fontos azt tudni, hogy ez a hálózat most épül gyakorlatilag, hogy ez a hálózat azoknak az embereknek a megsegítésére van, és annak a figyelésére van, hogy egyáltalán mi történik, és hogyan kerül ki ebből az állapotból, illetve van-e valami alarmírozó dolog, hogy húha, akkor most itt oda kell figyelni, mert valami elindult újra a szervezetében. Főleg azért, mert én még nem is olyan régen olvastam olyan cikket, hogy azt hiszem Angliában mérték azt föl, hogy azok, akiket kórházban kezeltek COVID-fertőzés miatt, azoknak 4 hónapon belül, és ez borzalmasan nagy szám, 4 hónapon belül a harmada visszakerül kórházba, és esetleg letális a vége, tehát hogy gyakorlatilag bele is hal ebbe a történetbe. Tehát nagyon-nagyon fontos ott végig figyelni, hogy mi történik a Covid-on átesett betegekkel. Tehát ez egy jó irány, nagyon jó irány, és erre tényleg fókuszálni kell az egészségügynek, hogy ez így működjön például hát a szakrendelői szinten nyilván, nem pedig az akutellátás van a Covid osztályokon. Nagyon megfeszített a munka, kapacitásuk elvileg már nem lenne erre, fogalmazott dr. Nyírő Melinda. Ugyanakkor mindent megtesznek, itt és a szakrendelőben is, hogy a betegek megkapják a megfelelő ellátást.
Egyelőre változatlanul az online térben várják a látogatókat a művelődési házak országszerte. A Vekerlei Kultúrház is igyekszik a legkülönfélébb programokkal, tartalmakkal csalogatni a kultúrára éhes közönséget. Nyitásról egyelőre még nem lehet beszélni, de a kultúrház munkatársai felkészülten várják a nagy napot. Egyebek között szervezik a nyári táborokat és a tanfolyamokat. A várva várt nyitásig folyamatosan az online térben igyekeznek tartani a kapcsolatot a látogatókkal a Vekerlei Kultúrház művelődés szervezői. Mára már mindannyian belerázottak a szokatlan helyzet adta új feladatkörökbe. Változatos programokkal, projektekkel, kiállításokkal várják a látogatókat honlapjukon és Facebook oldalukon. Akik a Facebook oldalunkat és honlap oldalainkat követik, azok láthatták, hogy van egy Vekertem nevezetű projektünk. Ugye elmondtuk már, meséltünk már arról, hogy a Vekerlei Kultúrháznak nagyon szép udvara van, és hát hozzáértő, kerthez értő szakemberei is vannak itt a munkatársak közül, és hát ez a két dolog adta magát, akkor miért ne csináljunk egy klassz kis kertet, egy közösségi kertet itt a Vekerlei Kultúrház udvarán. A pályázat alapján a neve Vekertem lett, és hát meg is fogjuk mutatni, hogy hogyan növekednek a magból már a kis palánták. Hétről hétre olvashatják a látogatóink, hogy bazsiról, a bazsalikomról, a petrezselyemről, a paradicsom, paprika palántákról. A márciusban elültetett fűszernövények szebbek, nagyobbak és még annál is zöldebbek, mint amilyenre a projekt elején bárki is számított. Egy kert akkor igazi, ha van neki lakója. Hát milyen lakókat csábítanánk mi ide? Hát azért, mert hogy ide nagyon sok gyerek jár, hát természetesen koboldocskákat. Ezért aztán április 23-án ajánlom szeretettel figyelmébe minden kedves online látogatónknak. Nézzék a Facebook oldalunkat, ahol megláthatják majd, hogy hogyan készül a Vekertem lakói számára majd a kobolt házikó, illetve hogyan tudunk kobolt házacskát készíteni az otthon meglévő eszközeinkből, hogy becsalogassuk ezeket a kedves kis lakókat. Ezen kívül áprilisban az online felületen közösen készített papírsárkányokat lehet majd eregetni, azután pedig májusban a Kultúrház hagyományos piskolások munkáiból összeállított technika kiállítását is megnyitják. Május 28-ától elérhető lesz Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon a kerületi általános iskolák idei technikai óráin készült kiállítás, aminek a címe az Domus Fabricus lesz, és hát azért ez a kis huncut név, mert hogy ezzel lakásdekorációkat takar, és hát a gyerekek lakásdekorációs fantáziáját és ötleteit fogjuk megmutatni ezen a kiállításon. Ezt megelőzően azonban április 30-ától online megtekinthető lesz az a felékesített májusfa, amelyik a Kultúrház udvarán áll, és amelyet a ház dolgozói maguk díszítenek fel meghívott vendégek társaságában. Arra gondoltunk, hogy ezt a májusfa állításnak a hagyományát egy kicsit megidézzük és visszahozzuk, és segítségünkre hívtuk Kudász Halmos Kata népdalénekest, és Babos Eszter mesemondót, hogy egy kicsit ezt a történetet énekkel, mesével és történetekkel, és természetesen szalagokkal, édességgel, cukorkákkal, és mindent, amit erre a fára aggattak, járjuk együtt körbe, és elevenítsük fel újra ezt a történetet. A májusfa állításának hagyományáról, arról, hogy hányféle májusfa is létezik, illetve az ezt kísérő népszokásokról, és természetesen a Vekerlei Kultúrház májusfájának feldíszítéséről jövő heti magazinunkban számolunk be önöknek. Mivel a koronavírus járvány miatt számos az egészségvédelmét szolgáló intézkedés van érvényben az országban, Kispesten is lemondták a programokat, rendezvényeket, intézmények zártak be ideiglenesen. A mi műsorrendünk is igazodik a jelenlegi helyzethez, ezért most az aktuális beszámolók után válogatást láthatnak az elmúlt időszak riportjaiból. Négy évente átlagosan egyszer minden magyar gyermek bekerül az egészségügyi ellátórendszerbe valamilyen baleset miatt. Ezt mutatják a statisztikák. A legújabb veszélyforrások a trambulin vagy az elektromos eredetű égések. Ezért is fontos, hogy a szülők és a gyerekek is tisztában legyenek az elsősegélynyújtás alapjaival. Kispesten több programon is lehetett az ismereteket bővíteni. Ezek egyikét az Újraélesztés világnapján tartották a Városháztéren.
Hirtelen szívhalál. Naponta 70, évente 26 ezer embert érint a rémisztő statisztikák szerint. A tragikus esetek több mint a fele közterületeken következik be, miközben minden segítség nélkül eltelt perccel 10%-kal csökken az életesély. Az azonnal megkezdett újraélesztés és a korai defibrillálás ugyanakkor megduplázhatja vagy megtriplázhatja a túlélési esélyt. Ezzel a céllal rendezték meg az újraélesztés világnapját, Kispesten pedig több mint 600 gyermek sajátíthatta el az újraélesztés technikáját. Az újraélesztés mindenkinek nagyon fontos. Ugye bárkivel előfordulhat, hogy vagy hozzátartozójával, vagy utcán bárhol ismerősökkel, hogy hirtelen szívmegállás történik. És már egészen gyerekkorban el lehet kezdeni ennek az oktatását, erre vannak különböző kezdeményezések már Magyarországon is, hogy mindenki képes legyen újraéleszteni. A kispesti gyerekek két mentőautóval, 6 ambubabával, egy gurulós hordággyal és egy mentőkvaddal ismerkedhettek meg a Városház téren. A bemutató során lépésről lépésre megtanulhatták az újraélesztés legfontosabb fogásait, röviden átismételték a mentőhívás alapszabályait, majd megnézhették a mentőautókat. Nálunk a családon belül történt 4 éve egy majdnem tragédiába fulladt történés. A testvérem, aki akkor 16 éves, és egyébként teljesen egészséges volt, minden előzmény nélkül megállt a keringése éjszaka, anyukám ébredt fel egy ilyen furcsa légvételre, ilyen majdhogy nem hörgő hangra, és mire én a szobájába mentem, már nem tapasztaltam se légzés, se keringést. Ugye én is egy ilyen oktatás keretein belül tanultam meg alapszinten újraéleszteni, és tudtam ezt alkalmazni, és végül sikeres újraélesztés történt, ugye a mentők segítségével, és azóta egészségesen és boldogan él. Úgy történt ez az újraélesztés, mint ahogy ti is most tanítjátok a diákoknak, tehát hogy te elkezdted ezt az újraélesztés, és aztán közben telefonáltatok a mentőknek, és mégis meg tudtad ugye a hideg véredet őrizni, hiszen ebben a szituációban gondolom ez nagyon fontos. Igen, igen, ez így történt. Ugye én azért is tartom nagyon fontosnak azt, hogy ezt oktassuk, akár már egészen óvodás kortól kezdve. Nagyon fontos, hogy ezzel a tudással rendelkezzünk, hiszen tényleg bármikor, bárkivel megtörténhet. Ugye azt szokták mondani, hogy ha az utcán összeesik valaki, de ugye nyilván abba is érdemes belegondolni, hogy mi van akkor, ha ez családon belül történik, szerettünk el. Ugye nagyon fontos, hogy tudjunk cselekedni. Nagyon-nagyon fontos. A programot egy rövid mentős bemutató zárta, ahol azt látták a gyerekek, hogy mit csinálnak a mentősök éles helyzetben. Ugye, ahogy megközelíti, átgondolja, hogy biztonságos-e a helyszín, szerencsére igen, letérdel mellé azonnal, megszólítja, megrázza, hát sajnos ez a beteg ez nem reagál, gyorsan előveszi a telefonját, tárcsázza a 104-et, kihangosítja, és várja, hogy jelentkezzen a mentés irányító a telefonban, közben hátrahajtja a fejet, kiemeli az állat, és 10 másodpercig ugye vizsgálja a légzést. Sajnos nem lélegzik ez a beteg, nem tapasztalt egyetlen légvételt sem, úgyhogy mondja az addig közben bejelentkezett mentés irányítónak, hogy megkezdte az újraélesztést, mert nem lélegzik ez a beteg, és azonnal látjátok, hogy elkezdi a mellkas kompressziókat. Egészen addig kell ezt folytatni, amíg a segítség meg nem érkezik. Ilyen esetben esetkocsi van, vagy legalábbis a legközelebbi mentőegység leriasztva. Ezzel a mentőkocsin, vagy esetkocsin mentőtisztül, ő Attila kollega, a szakállas, megközelíti a beteget, és átveszi a laikustól a mellkasi nyomást. Közben Norbi, a mentőápoló, a defibrillátor monitoregységgel fölkészül arra, hogy monitorozni tudják ezt a beteget, szükség esetén pedig defibrillálni is tudják. A gépkocsi vezető kollega Szilárd pedig oda tesz minden szükséges felszerelést, és felkészül arra, hogy cseréljenek, hogy a mentőtiszt keze, az agy felszabaduljon. Látjátok, hogy ahhoz képest, amiket nektek tanítunk, vagy tanítottunk, sokkal több mindent kell itt csinálni, hiszen nektek, laikusoknak alapszintű újraélesztést tanítunk, nem kell semmilyen eszközt használni, csak nyomni a mellkast. Mi már használunk defibrillátort, oxigént adunk, pótoljuk a betegnek a légzését, és ugye a keringését is, mellkas kompressziókkal, illetve ballonos, maszkos lélegeztetéssel fogják lélegeztetni ezt a beteget. A háromfős egészségügyi stáb emelt szintű ellátást biztosít, mindaddig még nem észlelnek valamilyen változást a beteg állapotán. Látjátok majd, hogy néha meg fognak állni. Ez azért van, mert ilyenkor Attila, a mentőtiszt, elemzi a monitoron a betegnek a paramétereit,
megállapítja, hogy szükség van a defibrillálásra, változott-e valami, merre halad ez az ellátás. Azt adom a kezedet. Megvan? Most látjátok majd, hogy intubálni fogja ezt a beteget, emelt szintű légutat fog neki biztosítani. Azt a csövet, amit ott a jobb kezében látjátok, a száján garatján át le fogja vezetni egészen a betegnek a légcsövébe. Ezen keresztül fogják tovább lélegeztetni ezt a beteget a ballon segítségével. Miután levezetésre került ez a tubus, meg fogja hallgatni a fonendoszkópjával, hogy jó helyre került ez a tubus, nem csak ne irányosan zajlott. Az újraélesztés a legkisebb megszakításokkal folyik. Nagyon gyakori, hogy a mentőápolóknak további segítő kezekre van szükségük. A segítő kellene még? Kellene még segítő közben a fiúknak. Kéne hajtogatni azt a bóliát ide a beteg mellé. Ugyanis majd, hogyha elszállításra kerül ez a beteg, akkor őt be kell csomagolni ebbe a buborékfóliába, amit ott láttok. Azért, hogy a különböző sérülésektől és a kihűléstől megvédjük őt a lehető leghatékonyabban. Egészen addig folyik az újraélesztés, amíg valamilyen állapotváltozást nem látnak, és úgy tűnik, hogy most valami változott a betegen, ugyanis megállt az újraélesztés. Attila nagyon nézi a monitort és koncentrál, vizsgálja a betegnek a keringését. Úgy tűnik, hogy visszatért a betegnek a keringése. Ebben az esetben felkészülnek arra, hogy a beteget minél előbb kórházba szállíthassák. Becsomagolják a fóliába, a hordágyra helyezik, majd a mentőautóba teszik. Ekkor hívják a legközelebbi kórházat, hogy az ottani orvoscsapat már felkészülten várja a beteget. A gyerekek bár tudták, hogy komoly dologról van szó. Nagyon élvezték az interaktív bemutatót. Én nem tudtam, hogy hogyan kell újraéleszteni. És te? Én se. És egyébként megértettétek ezt a technikát? Mert ugye eléggé nehezen, tehát hogy sokáig kell ugye nyomni, és elég intenzív ez a dolog, de pontosan hogyan csináltátok? Hát össze kellett kulcsolni a kezünket, és így ezzel a két csonttal nyomni a beteg mellkasát. Nehéz volt egyébként sokáig csinálni? Hát igen, elég nehéz volt úgy nyomni. Él a köztudatban egy félelem az újraélesztéssel kapcsolatban. A legtöbben attól tartanak, hogy a mellkas kompresszió során eltörik az öntudatlan ember bordáit, pedig ez még mindig sokkal kisebb baj, mintha el sem kezdik az újraélesztést. Sosem szabad elfelejteni. Az alapelv az, hogy valamit tenni mindig jobb, mint semmit. Hogyan lehet félelemből bátorság, szorongásból nyugalom? Egyebek mellett ez is kiderül Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus előadásából, amelyet a Kámon Művelődési Központban tartott. A professzor ez alkalommal a személyiség alakulásáról beszélt telt ház előtt. Az előadás legfőbb üzenete az volt, hogy soha nem késő változni és változtatni, hiszen idegsejtjeink felnőtt korban is folyamatosan tanulnak. Egy ember élete, fejezetek, vajon milyen fejlődési időszak, ahogy dr. Bagdi Emőke nevezi, időkapu, mely képességek beültetésére alkalmas? Ebből a szempontból vizsgálva mesélt a professzor a személyiségfejlődés legkritikusabb állomásairól az érdeklődőknek a KMU Művelődési Központban. Általában nem tudják az emberek, hogy mitől lesz a felnőtt bátor például, hogy a gyerek hogy bátorodik föl, hogy mitől lesz önálló, hogy mitől lesz önbizalma, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy például szeretőszívű legyen, hogy empátiás legyen, mások érzelemvilágába beleélő, hogy tudjon mások iránt szánalmat, irgalmat, részvétet érezni, hogy az agresszióját tudja kezelni. Mindegyiknek megvannak tulajdonképpen a műveleti, cselekvéses, hogy úgy mondjam, algoritmusai, hogyan csináljuk. És hogy egy gyerek hogy legyen képes erre, hogy csinálja. Csodálatos az élet, amiben minden szakasz, időablak a fejlődésben azért kritikus, hogy fölismerjük-e, hogy akkor milyen kulcsingerekre van szükség. Bennünket most, ma leginkább az a fejlődési szakasz érdekel, ami lényegében a fogamzástól kb. 20 éves korig terjed, ugye ami a személyiség megalapozó fejlődése. Mert nyilvánvaló, és erről már sokat hallottatok, hogy 3-5 éves korig oly rengeteg mindent megtanulunk már, hogy ehhez képest 5 éves és 20 éves kor között már nagy arányaiban sokkal kevesebbet, és minél korábbi a tanulás, annál mélyebb bevésődés, annál nagyobb az életre szóló jelentőség, és hogy különösen ezekről az időablakokról kell tudni.
van egy evolúciós törvény, a filogenezistől kezdve, ugye a fejlődésnek vannak egy genetikailag programozott menete, genetikailag. Na most, ha én azt mondom, hogy kiserdülsz akkor is, ha nem akarod, akkor mindjárt értjük, hogy miről van szó. Vannak fejlődési, érési, növekedési utak, és vannak ennek eredményei, hogy mi haladunk előre az életkorban. Minden életkornak megvannak a sajátos biológiai, testi, lelki, hogy mondjam, belejárói. Egy ilyen fejlődési szakasz például a 2 éves korig tartó nyelvtanulás. Az erre a korra jellemző kulcsinger a hang. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hangot, beszédet hall ilyenkor valaki. Hogyha én nem adok olyan ingereket, ami ezt a működést, ami jelentkezett, hogy itt vagyok, képes vagyok rá, de nem kap tápot, akkor elalszik. Hogyha csipkerózsikát fel kell, a géneket fel kell ébreszteni az álmukból, vagy ha jelentkeznek, hogy ébredeznek, akkor hagy jöjjön a herceg. Ez a herceglovon, amelyik fölébreszti, valójában a mi környezeti ráhatásunk. És ma már nagyon fontos, hogy az epigenetika, tehát a gének tudományával és a környezeti hatásoknak a befolyásoló szerepével foglalkozó tudomány már elénk tárta azt, hogy mikor, milyen képességek, készségek tudnak kinyílni, és azok aztán képességé gyakorolhatók, edzhetők. Nyilvánvaló, hogy a fejlődésben ehhez az ütemhez, amit a biológia biztosít, ehhez kell nekünk igazodni. Annyira, hogy hiába akarod, hogy a te kicsi babád már hamarabb fölálljon, meg hamarabb kezdjen járkálni, hát olyan híres Gottschalk és Gesell nevű szerzőkhöz fűződik az a kísérlet, hogy megcsinálták ikergyerekek etetőikre, tehát ugye genetikailag hasonló, és hogy megnézték, hogy a fejlesztés milyen hatással van arra, hogy egy készség képességé alakuljon, és hogyha az egyik gyereket a ikrek közül lépcsőztették már, és tanították, fejlesztették a mozgását, és azt nézték meg, hogy hamarabb elindul-e spontán, tud-e majd teljesen egyensúlyát megtartva járni, mint a másik, akit egyáltalán nem fejlesztettek. És mit gondoltok, mi lett az eredmény? Az, hogy egyszerre a fejlesztett gyerek is pontakorra elkezdett elszaladni, mint akit nem fejlesztettek. Tehát a nagyon-nagyon korai ilyen jellegű fejlesztéseknek túlságosan sok értelme nincs. Hát olyan szempontból van, hogy nagyon jót tesz a babának, hogyha kis torna, baba, torna, meg ilyesmi. Hát ezek persze jót tesznek, mert érintés, meg foglalkozol vele, de nem specifikusan az adott korszak képességét hozza előbbre, tehát nem fog hamarabb ügyesedni, nem fog hamarabb elkezdeni járni, csak a program szerint. Viszont mi kell? Az kell, az megdöntő, hogy amikor elkezd dotyogni, elkezd járni, akkor legyen egy olyan emberi környezet, amelyik nyújtja neki azokat a bátorító biztatásokat, amiket mi ösztönösen csinálunk. Megtetted már azt, hogy dotyog a baba is folyton popsira ül, ugye elesik még. És akkor kitárod a karod, és kijön az én házamba. Szóval csalogatod a gyereket, és akkor jut a súlypontja után, és beleszalad a karodba. És ezzel tulajdonképpen nagy jót teszel neki, mert ő fölbátorodik, hogy akkor most már nyugodtan megpróbálhat járni. De lényegében nem fejlesztő folyamatról van szó, hanem egy genetikai program kinyílt. Te vagy a kulcsinger, aki ott vagy, és aki ezt fölbátorítod, aki megerősíted, aki hagyod, hogy csinálja, és a csinálás maga a gyakorlás, és akkor ebből áll össze aztán az, hogy az a készség, az képességé alakul. Na, ilyen szempontból gondoljuk mi végig az egész fejlődést, és egészen a jellem kialakulását. Mert ha meggondoljuk, mi a jellem karakter, ugye beépülés, beégés, olyan, hogy a környezeti hatások elegyednek ugye a meglévő genetikai alapokkal, és akkor ebből alakul ki aztán egy bizonyos készség, így együtt a kettő. A jelen járványos helyzet miatt az előadásban külön hangsúlyt kaptak azok a képességek, amelyek ahhoz kellenek, hogy talpon maradjunk, hogy megküzdjünk a nehézségekkel, hogy legyen vitalitásunk, energiánk, optimizmusunk, bátorságunk. Hiszen ezek a képességek mind tanulhatóak, állította a pszichológia tudomány kandidátusa. Mi azt hiszük, hogy egy optimista ember, hát az úgy születik, hogy optimista, szó sincs róla. Azt mi megtanuljuk, hogy hogy vagyunk optimisták, mert az egy világképes szemléletmód, hogy sötét szemüveggel látom a világot,
vagy nagyon hát pozitívan rózsaszín szemüveggel. De most nem arról van szó, hogy fessük át az eget más színűre, hanem hogy az a ég, ami úgy kék, ahogyan a természet adta, mégis úgy hasson ránk, hogyha bármi üzenete van, mondjuk dörgés, villámlás, jön egy zivatar, hát ezt képletesen mondom természetesen, úgy fogadjuk, hogy örüljünk az áldott esőnek, aminek örül a föld, és ne riadjunk meg a villámcsapástól. Na most ezt azért mondtam ilyen képletesen, mert nagyban egészben igaz, hogy bármi történik, ami fenyegető, vagy ami nagy nehézségeket okoz, egy szemlélet lehetővé teszi, hogy mi úgy mondjuk ezt átkeretezés, reframing mondja az angol, átkeretezés, hogy más értelmezési, jelentésadási keretbe helyezzük. Mert egy zivatart utálhatok is, ha éppen arra gondolok, hogy mennyire akadályoz egy személyes programomban, és haragudhatok arra, hogy jött a zivatar, de ugyanakkor átkeretezve azt is mondhatom. Milyen jó, jó, hát én lemondtam a programomról, de a Föld megkapta azt az áldott esőt, amitől majd zöldebb lesz a természet. Szóval sokféleképp lehet értelmezni, és ez a pozitív jelentésadás az, amit meg kell tanulnunk. Az első 6 hónapban mi a szenzitív időszak? Milyen ingerekre van szükség? Egyben van még olyan, úgy mondjuk szimbiózisban, anyuka és a baba, hogy az anyuka minden rezdülése, ugyanúgy, mintha a focaklakó állapot még fönnmaradna, a babában leképeződik, tükröződik. Ezért például mindenki tudja, hogy a nagyon nyugtalan síró baba esetében nagyon hasznos az édesanyja vizsgálata, hogy nézzük meg, hogy milyen mértékig szorong például, és hogy olyan csodálatos gyógymódokat találtak ki, amire meg fogtok lepődni, hogy például mit lehet tenni, hogy a baba az édesanyának ezt a reflexes, automatikusan leszedett nyugtalan állapotát például nyugalomra váltsa fel. Az optimista ember jövő, látó, tervező, előretekintő, bizakodó, tud hinni abban, hogy a dolgok jóra fordulnak, és egy rossz esemény után is föl kell megrázna magát, és hogy a holnap majd már máshogy lesz. Minden nap új szemmel néz. Na most ezt meg kell tanulnunk. Ma olyan világban élünk, ahol olyan nagyok a kiszámíthatatlanságok, a bizonytalansági feszültség. És azt mondja a pszichológia, az egyik legnemesebb emberi vonás, ha magas az én bizonytalansági tűrésem, hogy jól viselem, hogy nem tudok jól kiszámítani egy jövőbeli lépést, egy holnapit sem, és ezt jól tűröm, és nem betegszem meg ebbe. Mert az emberek igen jelentős része nagyon szorongva, aggodalmaskodva, félelmekkel teli, vagy éppen dühösen, és magából, mint egy hát színvonalában is aláengedve magát, tehát színvonalhanyatlása reagál az ilyen életnehézségekre. De nekünk meg kell tanulni, hogy mi derűvel, optimizmussal és a jövőre előretekintő bátorsággal éljünk, akármi történik. A neurogenezis mai álláspontja szerint az idegsejtek már pedig felnőtt korban is tudnak újra termelődni. Ennek értelmében áttanulható sok minden. Például a félelmeink is megszüntethetőek, és szorongásainktól is megszabadulhatunk. Persze, ehhez munka kell. Energia és egy jó adag életigenlés. Madeira az örök tavasz szigete. A Vekerlei Világjárók sorozat előadásában az Atlanti-óceán egyik különleges szigetcsoportját ismerhették meg az érdeklődők. A külföldi túrák élményeinek felidézése most különösen időszerű, hiszen a szakemberek a koronavírus járvány miatt az idén inkább a belföldi nyaralást ajánlják. Hatalmas mesebeli erdőségek, meredeken a tengerbe szakadó sziklafalak és az óceán vad hullámaitól védett lávamedencék. Madeira igazi felfedezni való nyaralóhely, ezért a természetbarátok és az ökoturisták egyik kedvelt helye. A Vekerlei Könyvtár Világjárók sorozatának legutóbbi témája Portugália vulkáni eredetű szigetcsoportja volt. Ha valaki nem tudná, hogy merre van, hát az Atlanti-óceánban van, Lisszabontól 900 kilométerre nyugatra. A fő sziget neve Madeira, de valójában 5 szigetből álló szigetcsoportról van szó, melyből csak 2 lakott, Porto Santo, illetve Madeira. A legnagyobb sziget is mindössze 90 km hosszú és 22 km széles.
Casablancában egy szélességi körön fekszik, ez az északi szélesség 33. foka. És az egész sziget tulajdonképpen egy vulkáni hegység. A legmagasabb csúcsa a Pico-Ruivo 1862 méter magas. Így néz ki maga a sziget közelebbről. Majd az egyes helyszínek előtt a térképet azt újra fel fogom vetíteni, hogy lehessen látni, hogy miről van szó. A repülőgép a Santa Cruzba érkezett, ott van a repülőtér, és akkor onnan busszal mentünk be Fonsárba. 2015 áprilisában jártunk Madeirán, négy másik utitárssal, botanikai felfedező túrán voltunk valójában, és hát kellemes a hasznossal, megnéztük közben a többi látnivalót is. Van egy ilyen baráti társaság, amely erdészekből, biológusokból, kertészekből áll. Én is többek között kertészmérnök és környezetvédelmi ökológus vagyok, tehát az érdeklődésünk az azonos, és többször voltunk már ilyen túrákon. A túráknak az a lényege ilyenkor, hogy megyünk és felfedezzük a környező élővilágot, különös tekintettel a növényvilágra, és hát ugye Madeiráról az eléggé közismert, hogy Európa virágos kertje, vagy az Atlanti-óceán virágos kertje. Számtalan olyan csodálatos növényfajt sikerült testközelből megfigyelni, amit itthon esetleg csak üvegházban láttunk még. A választás az egészen profán okokból esett Madeirára. Nyilván ez a szakma, ez olyan, hogy azért nincs mindenki olyan jól leleresztve anyagilag, és ahova last minute-ban olcsón tudunk egy repülőjegyet venni, oda megyünk, és mivel olyan nagy a világ, és olyan sok helyre lehet menni, ezért így szinte bármi jó. A Kanári-szigeteken voltunk még így, meg a Zöldfoki-szigeteken még ugyanilyen botanikai túrán. Madeira az Azori-szigetekhez hasonlóan autonóm terület, de Portugália része. Szintén hasonló, hogy nem érdemes túl sok magas sarkút pakolni az útra. Itt ugyanis a tornacipő és a bakancs a legjobb választás. De amit tudni kell, hogy amikor ezek a portugálok elfoglalták a szigeteket, illetve a spanyolok, nem csak szőlőt telepítettek, hanem cukornádat is. És a cukornádhoz elég sok termőterületre volt szükség, ami ezen a szigeten elég kevés van, lévén, hogy hegy az egész. És az őshonos növényzetet szinte 100%-ban kiirtották, elpusztították. Úgyhogy ami a helyére települt, az öt kontinensről behozott mindenféle. Tehát van eukaliptuszfa Ausztráliából, vannak európai tölgyek, és egy nagyon-nagyon kevés része az, ahol megmaradt a laurisilva, ez egy örökzöld babérerdő, és ma már csak itt található, mert teljes Mediterráneumban, ugye a földközi tengerpartján is kiirtották ezt. Úgyhogy ez így a világörökség részévé vált, ide tettünk egy kirándulást, majd lesznek róla fényképek. Egyéb iránt az egész sziget éghajlata miatt olyan növényekkel találkozik az ember léptennyomon, amit itthon legfeljebb üvegházban vagy szobanövényként látunk, viszont tízszer akkora méretben. Tehát nem a kis krotont meg könnyező pálmát kell elképzelni a kis cserében, hanem így egy ilyen égigérő valami. Úgyhogy rengeteg féle van, hát akkor most így egy kis ízelítő a növényekből. Egy amarilis. Ez az utcában, tehát ilyen bugenvillával vannak beültetve, nem csak a házak. Ugye aki mediterrán országokban járt, az mindenütt van, egy húszonövény fákra, falakra húszik fel. Ez itt éppen egy aluljáró Fonsában, és a tetején ilyen futtatórács van, és az egészet így ez a virágtenger borítja be, és akkor nem a csúnya betont nézik. Egyébként az utcákra jellemző, hogy eldobott szemetet nem láttam, tisztaság van, és rendezett az egész kultúrát, az emberek segítőkészek, tehát bárkinek szívesen és jó szívvel ajánlom. A legmagasabb csúcsra nem sikerült feljutnunk, mert az egy több napos túra lett volna, így megelégettünk a második legmagasabb csúccsal, ami a Pico Araíro nevű hegycsúcs volt, 1810 méter magas. Nem volt vele szerencsénk, mert nagyon párás volt az idő.
úgyhogy igazából nem láttunk semmit, úgyhogy mehet tovább. Ez volt a csúcson a egy nyeradal, és tejköd volt, úgyhogy nem. Az éghajlata, ugye akkor hát elég változékony, hogy ha szabad ezt mondani. Kiegyenlített csapadékos, óceáni, szubtrópusi, sok mindent mondanak róla, az örök tavasz szigete. Nyáron 25-28 fok, télen 14-20. Na most áprilisban voltunk, és volt, hogy lent fürdőruhában vannak a déli parton az emberek, és fölmegyek a hegyre, és megfagyok. Tehát ott 10 fok van, úgyhogy mindenféle ruhával készülni kell. Esőkabátot mindenképpen vigyenek magukkal, de leginkább, hát nem tudom, hogyha valaki megkérdezne, hogy mibe kell felöltözni, hát körülbelül rövid nadrág, túracipő, esőkabát. És akkor azt úgy lehet variálni, hogy mit veszek le, és mit veszek magamra. És igen, 1000 méter fölött viszont 6-10 fok van már csak, és gyakran esik az eső. Madeirán könnyű olyan parkokat találni, ahol úgy érzi magát az ember, mint egy szabadtéri üvegházban sétálna. Elég sok őshonos növény van. Ugye a szigetekre jellemző az endemizmus. Ez azt jelenti, hogy ugye mivel elszakadtak a szárazföldtől, ott egy egészen különleges evolúció alakult ki, alfajokká vált sok olyan növény, ami az európai szárazföldön megtalálható, és van egy Madeira büszkesége nevű növény, ez egy ilyen hatalmas bokor, nálunk a terjőkek ígyószisznak annak közeli rokona, és ez csak ott honos a világon. Nyugdíjasoknak, akkor a botanika iránt érdeklődőknek, túrázni szeretőknek, sőt, a túrák nem nehezek, mert a levadák mentén vannak kialakítva ezek a túraútvonalak, viszont tériszonyosoknak nem ajánlom, mert elég meredek szakadékok mentén. Akik esetleg nem ismerik ezt a fogalmat, hogy levada, be tudná egy pár mondatban mutatni? Mert ez az egész szigetre jellemző. Ugye? Igen, erre is ki fogok térni az előadásban. Ezek a levadák öntöző csatornák 1400 km hosszan húzódnak szigetszerte, és gravitációs úton vezetik le a sziget középpontjáról, a hegytetőről, a domboldalakra, vagy a hegyoldalakra a csapadékvizet öntözés céljából. És mit tapasztaltak egyébként, hogy érdemes ilyen úgynevezett befizetett túrákon részt venni, vagy hogyha valaki szeretné maga felfedezni a szigetet a saját tempójában, akkor ezek a túrák, ezek a levada útvonalak könnyen elérhetőek, tehát hogy önök itt mit tapasztaltak a kint létük alatt? Ez mindenkinek a biztonság érzetétől, vagy az igényétől függ. Mi neki vágtunk önállóan, de vannak szervezett túrák csoportokkal. Uh-huh. Mert adott esetben, tehát ezek nem lehet körtúrára felfűzni őket úgy, mint hogyha itthon elindulunk akármelyik hegységben, hanem ezek vonalas létesítmények, és a befizetett túráknál az az előny megvan, hogy esetleg oda visznek busszal a kezdőpontra, és a végpontra meg délután értünk jönnek. Tehát ez így kényelmesebb. A Madeira szigetek legnagyobbikán azok is megtalálják a megfelelő programokat, akik lazításra vágynak, és azok is, akik kalandokat keresnek túrázással és kirándulásokkal egybekötve. Sőt, az utazás alkalmával IV. Károly sírhelyét is felkereshetjük, ugyanis a sziget fővárosának egyik templomában nyugszik az utolsó magyar király. Janis Kornélia keramikus művész visszatérő szereplője Kispest kulturális életének. Kerámiáiban azt fogalmazza meg, ami hajtja, kínozza őt. Megőrizte, ami a modern kerámia művészet célja volt, az anyag színével, ammázzal tudja kifejezni térben azt, amire más művészet nem képes. A megnyitón Bede Fanni fuvola művész játszotta el Claude Debussy darabját, amely gyönyörű zenei aláfestése volt a fantasztikusan szép és magával ragadó kerámiáknak. A tárlatot és a kiállító művészt, Janis Kornéliát, Vincek György alpolgármester köszöntötte. Már ez a nagyon jó kiállítású meghívó is inspirált arra, hogy most egy olyan idézetet hozzak, aki nem magyar, Thomas Eliottól származik, de talán a Kornéliának a munkásságára és művészetére fontos kitételeket tartalmaz. Így szól, akik megkockáztatják, hogy túl messzire mennek, csak is azok fogják megtudni, hogy meddig lehet eljutni egyáltalán.
És amikor Kornéliát művészként, családanyaként, dolgozó nőként egy időben értékeljük, mert hogy már nők napja még nagyon messze van, de mindig kiemel dolog, mikor egy női művész minden feladatának egyszerre eleget tesz. Emellett alkot, és emellett önálló kiállítása van itt. Janis Kornélia az egyéni kiállításán bemutatta az elmúlt körülbelül 10 év gondolatait anyagba formázva, porcelánba átalakítva, tűzben kiégetve, különleges mázakkal, színekkel. Emlékszik, hogy mikor találkozott először az agyaggal? Hát az középiskolában volt, amikor komolyabban, mert igen, ott sírva is fakadtam. Miért? Mert jöttek le a lépcsőn a kerámikus lányok a művészeti szakközépiskolába, és csupa sár volt a köpenyük. És ez nekem akkor nem tudom, én szörnyűnek hatott. És ilyen sárga agyagos volt, és így pergett le a köpenyről a száraz agya. Mert hogy ugye így megtörölték szórakozásba, játékból, és akkor ez nekem borzasztó volt. És akkor hogy kezdett ő mégis ezzel foglalkozni? Hát úgy kezdődött, hogy én a kisképzőben én festőszakra akartam jelentkezni, és kerámiára vettek föl. És ez így egy kicsit elbizonytalanított, hogy hogy lehet, hogy igaz, hogy beírtam harmadiknak, mert 3 helyet kellett, és azért írtam be harmadiknak, mert az egyik pattársam azt mondta, hogy és mit kit kell tölteni, festő, mit írja. Azt nem írhatom, hogy festő. Tehát festő, utána írom a grafika, mert az közel áll a festőhöz. Mit írjak harmadiknak? Te írd be a kerámiát, mert az olyan jó pufa. Ugye ez így kezdődött. Mikor lett ebből mondjuk ilyen egyfajta szerelem, vagy amikor tudta, hogy ezt szeretned? Gyakorlat volt nyáron az iskolában, mert minden évben volt szakgyakorlat, akkor Herendre kerültünk, és hát ott az elvarázsolta. A főiskolai évek alatt már egyértelmű volt, hogy ebben az irányban megy tovább, mert nagyon megszerette ezt a kifejezési formát. Sajnos Kornélia nem tud úgy foglalkozni a kerámiával, ahogyan szeretné, mert nem tud megélni belőle. Emellett tanítania is kellett Nyíregyházán. Janis Kornélia egyik legújabb munkája a Szövevény címet viseli. Ebből már egész sorozat készült. Erdőbe jártunk, és fényképeztem. Hát nem vagyok fotós, tehát ez olyan, mint mindenki fényképez, tehát mindenki kattintott. És akkor egy gyönyörű szép támasztó gyökeres, tehát égerláposban voltunk, és csodálatosan szépek az erdőben a gyökerek, és hát ezen indult el az első ilyen. És akkor utána az egyik hozta, utána. Igen. Van különben valamelyik, amelyik így kedvence most? Nem, inkább olyan van, amit még mellé meg folytatni, például a gugó az olyan, hogy több olyan tárgyat szeretnék, akkor az a türkiz gömböt még nagyobbval, meg kicsit másképp, szóval, tehát folytatni akarom inkább, mint az, hogy most dédelgetni egyet. Szóval akkor ezek így folyamatosan jönnek az egyik a másikból. Igen, egyikből szövődik a másik. Ugye kicsit olyan természetközelinek tűnnek, ez ilyen tudatos dolog, a színek választása? Ez a törekvésem is, meg ez tetszik, tehát ez a világ, ami lehet, hogy elmond, tehát hogy nem ábrázol semmi konkrétumot, de akkor is, tehát ezek a föld anyagai, meg a körülöttünk levő természet és nem városi környezet, ami a meghatározó, de van terve ilyen, hogy ilyen gyár témát, mert de majd nem tudom, mikor fogom tudni megcsinálni, tehát ami a városi környezet abszolút, és hát ilyen gondolataim is vannak, de nem tudom, hogy mikor fogok oda jutni, hogy azzal foglalkozzak. Még itt rengeteg olyan van, amit szeretnék még megcsinálni. A kerámia azért is különleges, mert egyszerre 3D-s térbeli, a felülete csodálatos színes tud lenni, mint a festészetben, ugyanakkor nem csak a művész szándéka, hanem az anyag természete is irányítja. Ezek megmutatkoznak Janis Kornélia kerámiáiban is. Azt lehetne mondani, hogy a témaválasztás az a művésznek a saját választása, mert ami elragadta a fantáziáját, amint mesélte egy régi erdei séta kapcsán, amikor a
tócsákban, a vizekben meglátta a korható ágakat, az összeszaladt leveleket, és elgondolkodott a természet múlásán és reménybeli tavaszi újrakezdésén. És ezek az élmények mindig mindenféle asszociációt keltenek. Az, hogy egy iparművész természetesen teljesíthet feladatot is. Janis Kornélia is készített már faliképet, és dolgozott gyárban is valamilyen feladattal. Ezek olyan művek, amelyeket saját műtermében, illetve a közös kecskeméti kerámia stúdió műhelyében lehetett megcsinálni, hiszen nagyon különleges technikai igénnyel készülnek magas tüzön, speciális fa tüzeléses égetése, redukcióval, mert mindaz a játék, amit a felületen láthatunk, színeket, anyagokat, több réteget, az azokhoz akármennyire is sok a spontaneitás, azért azokat irányítani csak is megfelelő, különleges műhely feltételek között lehet. A 60-as, 70-es években a finom kerámia ipar virágzott hazánkban, majd a megnyíló határok lehetővé tették a külföldi kiállításokat is, és a 90-es évek végéig nagy fejlődésen ment át a magyar kerámia művészet. Azonban napjainkban elég válságos időket él meg ez a művészeti ág. A művészeknek maguknak kell előteremteni anyagot, műhelyt. Ha van baráti kör, vagy mint itt Kispesten egy Helikon kulturális egyesület, amely lehetőséget biztosít mindehhez, akkor lehet alkotni. Ilyen támogatások nélkül nehezen, mondta el a mai alkotói létbe bepillantást nyújtva a művészettörténész. Janis Kornélia kiállítása április 9-éig tekinthető meg a Nagy Balogh János kiállítóteremben. A vizuális történetek után jöjjön a hang és a képzelet világa. Az Üllői úti könyvtár mese délutánjain profi mesemondók meséltek. A hallgatóság pedig ez alapján alakíthatta ki saját fantázia világát. A mesemondók a történeteket mitológiai és más forrásokból merítették, és saját stílusukban, esetleg magukra alakítva adták elő. Az egyik Sir William Clares, aki a 15. században élt ott, pompázatos bálokat rendezett ebben a kastélyban. Kárpitok lógtak a falakon, szebbnél szebb bútorokkal voltak tele a szobák, és egy gyönyörű felesége volt, aki vagy Elizabeth Douglas volt, más források szerint Margaret Douglas. Nem sikerült eldöntenem, hogy melyik lehetett a valódi. De minden esetre az beszélik, hogy ennek a vagy Elizabeth, vagy Margaret Douglasnek. Esetleg Elizabeth Margaret. Hát esetleg Elizabeth Margaret, vagy Margaret Elizabeth Douglasnek. Szóval Mrs. Claresnek 75 szolgáló lánya, 75 társalkodó hölgye volt. Körülbelül 2 éve jövünk össze itt rendszeresen, nagyjából 2 havi rendszerességgel. 3-4-en mesemondók, és az érdeklődő közönség, főként felnőttek a látogatók, amit már csak az időpont is determinál. Általában 3-4-en mesélnek egyszerre, egy alkalommal. 3 törzstag van, az egyik Lovranics Júlia, a másik Nagy Enikő, a harmadik pedig jó magam volnék. És akkor ezen kívül most újabban becsatlakozott például Uporági, de néha más kollégákat is még segítségül hívunk, hogy színesebb legyen a műsor. Ezek közül a társalkodó hölgyek közül 53-an mind nemesi származásúak. Gyönyörű szép bársony és sejem ruhákat hordtak. Az ékszereik mind csupa-csupa arany, drága kő. És amikor Mrs. Clares haza kívánt utazni, időnként elment Edinburgh-ba. Hát akkor azt beszélik, hogy 200 vitéz katona kísérte, 200 lovag. Nappal, mert éjszaka, ezt a menetet 80-nal toldották meg. 80 lovag, mint fáklyákkal a kezükben, és ők vezették ezt a menetet éjszaka. A
mesemondók fantáziája már csak szakmájuknál fogva is színesebb, mint hallgatóságuké, mégis minden résztvevő szem előtt életre kelnek az udvarhölgyek, és a zeneszónát is hallatszik ruhájuk susogása, melyet csak idővel nyom el a lovak dobogása és a fájkák sercegése. Én jártam Sárváron az ilyen diáktáborba, és ott ismerkedtem meg azért mesemondó mesteremmel, Zalka Csenge Virággal, aki engem elindított, ő egy nemzetközi mesemondó, és a mesélés pedig tőle jött. Mit lehet tanulni? Mit tud egy mester tanítani a diákjának? Hát eleve például ezt, hogy egyáltalán lehetséges Magyarországon csak úgy mesemondónak lenni, mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy jó, persze, mesemondók voltak régen, de ma is vannak, sőt, a mesemondó, ha azt Csenge azt szokta mondani, hogy az olyan, amilyennek te szeretnéd. Tehát nem is kell ezt így feltétlenül beskatolyázni, hogy a mesemondó az csak az lehet, aki ékes székely tájszólással mesél népviseletes ruhában, hanem akár úgy is lehet, hogy az ember gótnak van öltözve. Vagy akár farmerben, vagy akár ahogy szeretnéd, ilyen egy mesemondó, amilyennek te megálmodod, az a fontos, hogy a színpadon megálljál vele. Abban az időben, amikor az én mesém játszódik, egy olyan azueli báró lapja a kastélyt, akinek van egy gyönyörű szép lánya. És a báró kisasszonynak a fő pompája, ékessége az ő gyönyörű szép szőke haja. De nem olyan szőke haja volt, hogy az tejfelszőke lett volna, és nem is volt szalmaszőke, de még nem volt hirtelen szőke sem, hanem a haja színe az olyan volt, mint az egészen régi aranytárgya, óarany. A szeme pedig kék volt. Hogy lesz valakiből mesemondó? Hogy válik mesemondóvá? Többnyire arról számolnak be a mesemondók, hogy ez valahogy megtalálta őket. Ezt nyilván mindenki munka mellett kezdi el, aztán ki hová fejleszti, kinek mi a célja vele. Van, aki csak hobbiból kezd el mesélni, és hobbi szinten is marad, van, aki profi mesemondó szeretne lenni, és ebbe az irányba halad tovább. Én leginkább a magyar népmesékkel dolgozom. Én ezt a kincstárat használom fel, amikor mesélek, amikor ezt át akarom adni, ezt a kincset. Mi az, amit te személyesen bele tudsz még vinni a mesébe? Nyilván van egy saját stílusod, azon kívül esetleg a tartalomhoz is hozzányúlsz? Több tanulságot teszel bele, vagy aktualizálod a meséket? Nem lehet több tanulságot belerakni, aktualizálni lehet általában. Mi is szerintem elmondhatom mindannyiunkról, hogy gyakran úgy nyúlunk a mesékhez, hogy ami éppen akkor akut foglalkoztat minket, amit akkor nagyon szeretnénk magunkból kiadni, azt elhozzuk ide, és valamilyen címszó, valamilyen témaköré összefonjuk. De a báró kisasszony nem akart férjhez menni. Kerülte az embereket, és már gyereknek is ilyen volt. Gyerekkorában rengetegszer játszott egyedül, és azt mondják, hogy kedves szokása volt, hogy a vár alatti mindenféle erdőkben, havasi réteken kóborolt egyes egymaga, és ezekről a sétákról kiengedett, bozontos hajjal érkezett haza. Mindenkinek más a stílusa. Júlia például nagyon szeret álva mesélni, Enikő is többnyire álva mesél, de ő neki a mesei világa elsősorban talán a tündérmesék volnának. Ágiról bevallom, még nem teljesen tudom, hiszen ő nemrég csatlakozott hozzánk, és eddig még csak egyszer hallottam mesélni, de az nagyon jó volt. Egy csendes, nyugodt mesemondó is. Én egy kicsit vicceskedem. Hogyha elég sok mesét elolvas az ember, vagy megismer, akkor meglátja azokat a kis apró vonulatokat, hogy mi az, amiben ez az egész különbözik, mert maguk a történetek nagyon sokszor hasonlók. De hogy... És miben különböznek? Miben különböznek? Hát például, hogy mondjuk jakvaj van benne, és nem tejföl. Meg hát az állatok nagyon sokszor, ugye a démonok megjelennek ilyen-olyan formában. Van kedvenc meséd? Nincsen, azt hiszem, hogy nincsen. Olyan van, amit leginkább szeretek mesélni. Ez egy indián mese, egy indián teremtés történet arról, hogy hogyan teremtette az ezüstrók az énekével a világot. A mostani alkalommal azonban nem teremtés történetek, hanem királylányok köré fonódó mesék hangzottak el, amelyek egyáltalán nem voltak egyszerűek. A történetek rengeteg szálon futottak, és sokkal több szereplőt vonultattak fel, mint egy gyermekmesében. Nem csak fantáziát, hanem figyelmet is követelve a hallgatótól. Miért van szükség a mesékre? Egyrészt azért, mert ez egy érték, másrészt azért, mert ez egy szórakozás, harmadrészt ez egy lehetőség tanulni például.
A mesékben éppen elég tanúság van, tehát ezekben nem kell még plusz belerakni, nem is lehetne, hisz ezek annyi idő alatt gyűltek össze, ezek olyan ősi kincsek, amit csak sok-sok fejtegetés után tud az ember lehámozni. És lehet, hogy egy meseesten itt most az a jó, hogy mi annyi félék vagyunk, és mindannyian más tudunk közvetíteni, a közönségből pedig mindenki megkeresheti a magáét, ami neki legjobban tetszik, ami ő neki akut éppen akkor a szívéhez szól. A szívéhez szól, és talán még üzen is, súg is valamit. Valamit, amit aztán egy életen átvihetünk magunkkal útravalóként. A Rising Star elnevezésű program keretében világhírű művészek tolmácsolásában találkozhattak a klasszikus zenével a Kispesti Hungária Általános Iskola és Kollégium növendékei 2019 őszén. Többek között a svéd klarinét virtuóz Magnus Hamander járt az iskolában. Hogy tetszett? Nagyon jó volt. Nekem is nagyon tetszett. Mi tetszett nektek benne? El tudjátok mondani? Hát nekem az, hogy a bácsi ilyen ügyes. Nekem is, meg nagyon tehetséges. Honnan látod azt, hogy tehetséges? Hát, mert nagyon ügyesen klarinétozott, és nagyon tehetséges szerintem. De hallottál meg klarinétot előtte valahol? Igen, Gabi nénivel betettünk ilyen videókat. És az is ugyanígy tetszett, mint ez az élőben? Igen, csak ez az élőben volt, és jobban tetszett. A sikerhez mondják 10% veleszületett képesség, 90% szorgalom kell.
A stockholmi svéd királyi zeneakadémia egykori növendéke, Magnus Holmander igazi virtuóz. Még csak most kezdi a pályát, de szinte mindenre képes, amit a klarinéttal el lehet követni. Well, I think the first CD I bought was like Backstreet Boys, Michael Jackson. Számomra első találkozást a zenével a Backstreet Boys CD-je jelentette, és Michael Jackson. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy popzenén nőttem fel. És csak 10 évesen adták a kezembe a klarinétot az iskolában. Arra emlékszem, hogy az volt rám nagyon erős hatással, amikor láttam más klarinét művészeket játszani. Rájöttem, hogy ha nagyon sokat gyakorlok, akkor mi mindenre képes ez a hangszer. És arról álmodtam, hogy egyszer én is képes leszek úgy játszani majd, mint ők. Examples of what you could do if you practice much. But you actually then... Tehát nem is a zene fogott meg igazán elsőre, hanem maga a hangszer? Nem teljesen igaz ez így, hiszen nem is én választottam ezt a hangszert, hanem a tanáraim adták a kezembe. Úgyhogy ez egy véletlen, ha úgy tetszik, hogy pont klarinéton játszom, de ma már rengeteg zenész játéka és zenéje gyakorol nagy hatást rám és inspirál. A klasszikus zenétől kezdve a popon, a klezmeren át mindenféle zenét hallgatok. Ráadásul nem is csak a zene, hanem bármilyen más művészet is hatással lehet az emberre. A fiatal művész közösen melegített be a gyerekekkel, előttük szerelte össze a hangszert és mindenhez magyarázatot fűzött. Milyen testrészre miért van szükség, milyen alkatrésznek, milyen, mekkora szerepe van a fúvós szerkezet megszólaltatásában, és ehhez hasonlók. Fantasztikus volt, különösen, hogy ilyen ügyesen és változatosan mutatta be a hangszerét, mert a gyerekek nem feltétlenül tudnak nyugodtan végigülni 40-50 percet, úgyhogy kezdcsinálónak nagyon kellemes volt. Mit tud adni ebben a korban a zene a gyerekeknek? Mit fejleszt, illetve hogy a lelküket miben, mennyiben építi? Hát tud adni akár nyugalmat, akár valami feszültséglevezetést. A figyelmet mindenképpen fejleszti, és ahogy itt is észrevettük, amikor a végén elkezdett játszani, eleinte picit nyugtalanok voltak, mert már eltelt 40 perc, és ahogy a zene szólt folyamatosan, egyre nyugodtabbak lettek a gyerekek, és elkezdték értően vagy figyelemmel követni a muzsikát. A gyerekek feladatokat is kaptak, például egy-egy dallamról ki kellett találniuk, hogy melyik népzenéje lehet. Megfogott benneteket ez a hangszer? Igen. Igen, és hát én gondolkoztam rajta, hogy én is fogok, de nagyon nehéz mozgatni az ujjakat, meg a levegőt is, és ezért
És a zene, amiket játszott, az hogy tetszett? Tehát, hogyha most csak a zenére koncentrálunk. Jó volt, nagyon. I love the sound of the clarinet and the flexibility you can... Én imádom a klarinét hangját, a hangszer rugalmasságát, hogy annyi mindenféle zenét el lehet rajta játszani, a klasszikus zenétől kezdve a jazzig, a klezmeren át. De nem csak a zene fajtája, de stílust, a zenekari összeállítást is változtathatjuk. Van kedvenc hangszeretek, különben mit ismertek még? Hát a furuját, a gitárt, a torongitárt. Torongitár, igen. Hát, tria, fuvola, zongora. Mi lepett meg a legjobban? Engem mondjuk az lepett meg, hogy fizikailag is milyen nagy kihívás, milyen nehéz. Téged valami meglepett, és ha igen, akkor mi? Az, hogy napi 4 órát gyakorol. És nem csak a rengeteg gyakorlás jelenti a munkát, hanem a különböző nehézségi fokú légzési technikák elsajátítása is. When you play clarinet, hogyha klarinéttel játszol, there's a technique called circular breathing. Ez a körkörös légzésnek hívják. Which means that you egyszerre kell belélegezni és kifújni. Ez egy nagyon nehéz dolog. And it looks like this. És így néz ki a gyakorlatban. So what you do is you fill your cheeks like there, like this. Levegővel nem lélegezik ide le, hanem csak a pofazacskóig jut el a levegő, és ahogy itt bejön, itt már menj is ki. Did you explain what you need? Okay, yeah. So you do this, and then you press, and then you can breathe in and continue to breathe out. Nagyon nehéz, és így viszont nem kell megállni a játékkal, hogy levegőt vegyen, hanem folytatom. So this means that you can play clarinet for forever without stopping for breathing. Igazából így örökké játszhat a clarinet. So I'll show you how circle breathing can sound on the clarinet. Milyen élmény volt most ez a gyerekek előtt játszani? Nagyon élveztem, igazán. Nekem is nagyon fontosak voltak a példaképek, amikor láttam, hogy mennyire lehet vinni, ha sokat gyakorol valaki. Szóval remélem, boldoggá tenne, ha ma legalább néhány kisgyerek inspirációt merített belőlem. A klarinét virtuózzal este a Műpában találkozhatott a zeneszerető közönség. Legfrissebb híreinket megtalálják Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Híradóval és magazin műsorral egy hét múlva várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!